Bemutatjuk a Hit filozófiája című sorozatot. Munkatársaink Kisdalóci Adrien, Szegedi Benyámin, Kammer Jonatán, Kassai Róbert, Szobota Zoltán. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Hit filozófiájának új epizódja. Velem szemben Ruf Tibor, szervusz Tibor. Szervusz, és most is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. A különböző szövetségi rendszereket vesszük végig mostani sorozatunkban, annak érdekében, hogy megértsük a törvényt, mert egy kereszténynek nagyon fontos az, hogy ezekben az ügyekben el tudjon tájékozódni. Most nagyon röviden összefoglalva végül is erről van szó. Az eddigi adásokban pedig beszéltünk az Ádámmal kötött szövetségről, a Noéval kötött szövetségről, az Ábrahámmal kötött szövetségről, illetve kétfajta szövetségről e tekintetben. És most elérkeztünk a Szinájhegyi kinyilatkoztatáshoz, Mózeshez és a zsidó néppel kötött szövetséghez és a Tóra megalapításához, vagy legalábbis a Tóra írott formájának a megalapításához. És én felkérnélek, Tibor, hogy akkor a mai tanórát azt esetleg nyisd meg. Hát ugye az pedig, hogy a szövetségeket ilyen alaposan végigvesszük, az pedig egy még nagyobb tervbe illeszkedik. Tudnélik, hogy a 613 parancsolatból álló, ám de teljesen egységes rendszert képező mózesi törvényt, illetve annak értelmezését olyan alapokra helyezzük, amelyek bibliai alapok, és ennek igazából még csak az előszobájában járunk. Ugye annak idején, amikor ezt a sorozatot elkezdtük, akkor nagyjából felsoroltam, hogy milyen fő szempontok vannak a mózesi törvény bármely részlet kérdésének a helyes értelmezésénél. 6 ilyen szempontot soroltunk föl. Ezek közül egy csak a szövetségi elvben való gondolkozás, de majd át akarjuk venni a többit is, csak először befejezzük a szövetségeket. Azért ismétlem így át, meg foglalom össze, mert mivel egy hosszú és bonyolult és sok részletre kiterjedő sorozatot indítottunk el ezzel, ezért nagyon fontos, hogy a hallgatók fejében is, hogy mondjam, rendszerszerű értelemben is követhető maradjon, hogy egyáltalán miért is beszélünk most arról, amiről beszélünk. Ugye a szövetségi elv az egyik ilyen fő szempont a törvény átfogó vagy részletekbe menő értelmezésénél. Aztán beszéltünk arról, hogy vannak nagyobb és kisebb parancsok, és ezek viszonya a második ilyen szempont. Aztán beszéltünk arról, hogy a parancsolatoknak 3 különböző típusa van, az erkölcsi, a rituális, illetve az államigazgatási parancsok, ez a harmadik ilyen szempont. És most nem sorolom föl mind a 6-ot, de majd mind a 6 szemponton ilyen részletesen végigmegyünk, és ezen belül még csak az első szempontnál tartunk, ami, hát még nem mondom, hogy az egyik legfontosabb, mert mind a 6 rendkívül fontos,
de így tudjuk beilleszteni ezt a mai beszélgetést is abba a hosszú távú koncepcióba, amit itt most követünk. Tehát itt most a Tóra egészének és részleteinek a hat fő megközelítési módja közül az elsőt tárgyaljuk, a szövetségeket, a szövetségi gondolkodásmódot, aminek pedig ugye az volt a lényege, hogy amikor Isten valakivel vagy valakikkel szövetséget köt, akkor az nem feltétlenül vonatkozik az emberiség egészére, bár van két olyan szövetség, ami az emberiség egészére vonatkozik, az Ádámmal kötött szövetség és a Noéval kötött szövetség. Az Ábrahámmal kötött szövetségnél már kiemeltük, hogy az nem az emberiség egészére vonatkozik, hanem különböző dimenzióiban ennek a szövetségnek az Ábrahám fizikai leszármazottaira, akik közé viszont például az arabok is beletartoznak. A zsidóságra egy kiemelt formában, mivel ő az Izsák vonalán a kiválasztott nép, és az Ábrahámmal kötött szellemi szövetség, az pedig az Ábrahám hitét követőkre vonatkozik, ahova viszont beletartozik minden igaz keresztény is, függetlenül az etnikai hátterétől. És akkor így jutunk el, de hát ezt most nem tudom mind átismételni, tehát csak azt tudom mondani, hogy mindazon kedves hallgatók, akiknek ezen a területen úgy érzik, hogy kérdéseik vagy fehér foltjaik vannak, azok az előző adásokat hallgassák meg figyelmesen. Mi most minden esetre eljutottunk a szám szerint ugye negyedik szövetség kötésig, ami a Mózes által Izraellel történt szövetségkötés a Szináj hegyénél. Bár nem motivál bennünket a hallgatottság, ezt lerögzítettük a legelső adás előtti beszélgetéskor, mégis azért még aggodalmadat fejezted ki nyilvánosan az irányban, hogy vajon fogják-e, vagy nem pártolnak el a hallgatók a kicsit mélyebb teológiai téma kapcsán. Hát én azt a visszajelzést kaptam, hogy nem történt meg ez, hanem nagyon érdekesnek találják, akik szeretik ezt a műsort, úgyhogy ez csak mint egy plusz kedvcsináló információt szerettem volna átadni. Főleg nekem. Hát akkor vágjunk bele a Szináj hegyi szövetségbe. Mindjárt az elején szeretném azt is rögzíteni, hogy ez a szövetség is két lépésben köttetett. Ezt már mondtam az elején is, hogy a legtöbb szövetségkötésnél két lépésben történik a szövetségkötés. Ez kimutatható. Ugye az Ádámmal kötött szövetséget Isten a bűnbeesés előtt megköti, de a bűnbeesés után még további, hogy mondjam, parancsokat, vagy következményeket, vagy koncepciókat fogalmaz meg. A Noéval kötött szövetség első lépése az még az özönvíz előtt történik, ahol azt mondja Isten, hogy szövetséget kötök veled, mondja Noénak és a fiaiddal, ahogy a bárkába bementek és túlélitek. Majd az özönvíz után a Noéval második lépésben is köt egy szövetséget, az összes leszármazottjára, azaz az egész emberiségre nézve. Az Ábrahámmal kötött szövetségnél ott látszik a legvilágosabban, hogy szintén két lépésben köttetik, és a két lépés egymásra építkezve, de különböző tartalmú, és egymást kiegészítve működik egyszerre, az Ábrahám fizikai, illetve szellemi leszármazottaira nézve. És ugyanezt el lehet mondani a Szináj-hegyi szövetségről is, mert annak az első szövetségkötési lépése az a Szináj-hegy lábánál az Egyiptomból való kivonulás utáni harmadik hónapban történik meg a kivonulás nemzedékével, de aztán a kivonulás nemzedékének a teljes kipusztulása
után, 40 évvel később, amikor abból a nemzedékből már csak Mózes, Káleb és Józsué van életben, akkor a Moab mezején, Jerikóval szemben a Jordán túlpartján a már a bevonulásra készülő Izraellel újra szövetséget fog kötni Isten, és ugye itt is látszik, hogy számos olyan parancsa van a Tórának, amit az első nemzedék már nem is hallhatott. A teljes Mózes 5. könyve az ugye már úgy kezdődik, hogy ezek Mózes szavai a Moab mezőségén, stb. És ott pontosan már meg van fogalmazva, hogy a Mózes egész 5. könyvét már csak a második nemzedék hallja. Az első nemzedék nem hallotta. Na most, mivel a Mózes 5. könyve számos új parancsot tartalmaz még, köztük például a legnagyobb parancsot, a szeresd a te uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből parancsát, tudatosítani érdemes, hogy az első nemzedék például ezt a parancsot nem is ismerte. És itt is látszik tehát, hogy bár nagy vonalakban egy szövetségről beszélünk, és valóban a Tóra egy teljesen egységes törvényrendszer, de az a szövetség, amiben ez adatott, az két lépésben köttetett. Ez egyébként bizonyos mértékig majd a Dáviddal való szövetségkötésnél is megfigyelhető, és nagyon nagy mértékben megfigyelhető az új szövetségnél, hiszen az új szövetség első lépése az az úrvacsora alapítás, akkor az utolsó vacsorán Jézus kereszthalála előtt történik, de a Jeremiás erre vonatkozó proféciája szerint, amikor majd Júdával és Izraellel megköti Isten az új szövetséget, ez viszont a mai napig nem teljesedett még be, hanem ez a Mesiás második eljövetelekor fog beteljesedni, amikor is, ott is további új parancsok és a szövetségnek további új elemei derülnek ki, illetve nem teljesen újak, mert pont Jeremiás részben ezeket már megfogalmazta. De a szövetség az mindig újra köttetik, amikor módosuláson megy keresztül? Mi számít? Mi a különbség a módosítás és a szövetségkötés között? Mert ugye a rabbik is hozhattak utána, vagy a Sanhedrin hozhatott tórai erejű törvényt, akkor ők is abban a pillanatban újra kötötték a szövetséget? Vagy ez hogy van? Nem, a szövetséget nem kötötték újra. Mert az ilyen következő szövetség az nem érvényteleníti az előzőt, hanem kiegészíti, befejezi és ráépül. Mindegyik ilyen ezeknél, tehát mind a hat szövetségnél, tehát Ádám, Noé, Ábrahám, Izrael, Dávid új szövetség, ez hat, megfigyelhető, hogy két lépésben kötetik, és a két lépés között egy ítélet zajlik le. Ugye Ádámnál a bűnbeesés és annak ítélete a kiüzetés, Noénél az özönvíz van a két rész között, a két szövetségi nyilatkoztatás között, Ábrahámnál kevésbé világos ez, de az Ábrahám sorsában azért ugye voltak nehéz pillanatok, és az a kettő közé esik, tehát ugye igen, nem mennék ebbe bele. Izrael történelmében tehát a mózesi szövetség megkötések között zajlik le az első nemzedék teljes kipusztulása. Dávidnál szintén az ő sorsában lehet meglátni, ugye a Betsabé ügy, meg a hasonlók, hogy közte lezajlik egy bűn és egy ítélet. Az új szövetségnél pedig a szövetség megkötésének az első lépése és a befejező lépések között egyelőre jelenleg már 2000 év telt el, és ez alatt a 2000 év alatt Izrael diaszpórában volt, tehát itt is azt lehet látni, hogy ítélet van a két
szövetségi rész, mondjuk így, megkötések között. Na most mindig az viszont tapasztalható, hogy az úgynevezett szövetségi fő, ez Ágoston szóalkotása, de Ágoston számos egyéb tanításától eltérően ez biblikus igazságként is elfogadható, mert az igével maximálisan alátámasztható, hogy a szövetségi fő, tehát ugye Ádám részese az első szövetségkötésnek, utána bűnbe esik, ítélet alá kerül, és utána jön a következő befejező lépése a szövetségkötésnek, de Ádám az, aki jelzi azt, hogy itt egy szövetségről van szó, amely két lépésben köttetett meg. Noénál ugyanígy. Az özönvíz előtt köt vele Isten egy szövetséget, csak a saját családja és az állatok túlélésére nézve, utána lezajlik az ítélet, és utána az a Noénak az összes ezutáni leszármazottjára nézve köti meg a szövetség befejező szakaszát, de ott is a kontinuitást Noé személye képviseli, akivel ez meg lett kötve. Ábrahámnál ugyanúgy mind a két szövetség közötti kontinuitást az Ábrahám személye biztosítja. A Szinájhegyi szövetség esetében a zsidóság első nemzedéke ugyan kihal, mire a szövetség második eleme megköttetik, de Mózes személye ott is egységet teremt. Dávidi szövetségnél Dávid személye, és az új szövetségnél meg Jézus személye, mert bár az új szövetség két része között már csak eddig nézve is 2000 év telt el, de Jézus viszont azóta is folyamatosan él, tehát az ő személye az itt is fenntartja a kontinuitást, és ezért van az, hogy ilyenkor általában nem két szövetségről beszélünk, hanem úgy szoktuk mondani, hogy az Ádámmal kötött szövetségnek az első és a második szakasza, a Noéval kötött szövetség első és második szakasza, ugyanígy Ábrahámnál, ugyanígy Mózesnél és Dávidnál, és ugyanígy Jézusnál, és ezért ugye a szövetségi fő, tehát Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, Dávid és Jézus miatt mégiscsak azt lehet mondani, hogy ezek mind egy szövetséget képeznek, csak, hogy mondjam, az üdvtörténeti szükségszerűség, vagy az igazság feltárulkozása miatt van az, hogy a szövetségkötés első fele után úgy tűnik szükségszerűen valamilyen megpróbáltatás, netalántán bűn, vagy netalántán ítélet következik be, és valahogy valami miatt, ezen én sose gondolkoztam el még mélyebben, de egyébként nagyon érdekes most, hogy így beszélünk róla, hogy egyszer végig gondolni, hogy vajon mi az oka annak, hogy a szövetség lezárásához és befejezéséhez közben le kell zajlania valamilyen nagyon mély válságnak. És ez valamiképp úgy tűnik, hogy ahhoz szükséges, hogy az a szövetség be legyen fejezve és lezárható legyen. Nyilván az ember bűnbe esett természete az, ami ezek szerint a szövetségkötés közben kerül megpróbáltatásba, így vagy úgy. De ezen én mélyebben még sose gondolkoztam el, de az megfigyelhető, hogy a hat szövetség mindegyike két lépésben rögzül, vagy fejeződik be. Hát a másik felet meg kell jól ismerni. Az alulírott, és akkor tudod otthon, hogy lakcím, meg nem tudom, adószám, meg ilyenek, és az megpróbáltatál, konfliktusban derül ki, hogy, hogy ki az a másik ember. Hát vagy egyébként szokták mondani, például keresztény lelkészek, hogy a jegyesség és a házasságkötés közötti időben meg kell történni az első nagy összeveszésnek. Mert hogyha a jegyességi időszakban ez nem következik be, akkor a házasság nem lesz kellően stabil, mert a rózsaszín ködnek föl kell picit szállni, meg kell látni azt, hogy mit is vállalok be, amikor a másikat bevállalom, azt reálisan meg kell látni. Mivel tökéletes ember nincs, ezért a meg kell látni a mennyasszonynak és a vőlegénynek a másikban azt, hogy
hogy annak milyen olyan hibája van, ami valószínűleg egész életén keresztül jellemezni fogja, mert karakter sajátosság, tehát nem egy bűn, amiből meg lehet térni, hanem hogy egyszerűen ő olyan karakter, és csak azután döntheti el az ember azt, hogy na ezt az embert én ezzel együtt bevállalom-e egy életre szeretetben, vagy nem. És ezért szokták ilyen lelki gondozói házasság párválasztás tanácsadásban ezt mondani, hogy akkor jó megházasodni, amikor az első nagy majdnem, tehát szakítópróba jellegű konfliktus meg nem történik a felek között. Mert ez ilyen lelkészi tanácsadás, pár tanácsadás, hogy következő feladat, iszonyatosan veszetek össze. Ez nem feladat. Ezek nem feladatok, ez időzítés kérdése, tehát hogy mikor jön el az ideje valaminek. Mert ugye az első időszaknak ez az úgynevezett rózsaszín köde, az nem alkalmas még a teljes reális elköteleződésnek a kimondásához, hanem az csak a gyújtólángja a kapcsolatnak, de ameddig ez a rózsaszín köd még fönnáll, addig nincs reális képük egymásról a feleknek, tehát nem tudják, hogy mit vállalnak be, és ezért nem feladat összeveszni, hanem ez magától bekövetkezik. Viszont a házasságkötéssel érdemes megvárni azt, ameddig a probléma felszínre dobódik. Nem tulajdonképpen lehet mondani, hogy a szövetségkötések kettős jellege között pont ez történik meg. Mert egyébként, hogyha most a mózesi szövetségkötést nézzük, ami a mai témánk, akkor ott ugye az elején kinyilatkoztatja Isten a 10 parancsolatot, utána ad egyéb és egyéb parancsolatokat, de gyakorlatilag a 10 parancsolat kinyilatkoztatása után szinte rögtön megtörténik az aranybólyú ügy, ami mindjárt a 10 parancsolat első két parancsolatának a drasztikus megszegése. Akkor beáll egy nagyon mély konfliktus, ahol Isten azt mondja, hogy lehet, hogy jobb, ha hagyjuk ezt a dolgot, és nem kötünk szövetséget. És a nép könyörgi ki, meg Mózes. Hogy azért, hát meg a nép is, mert a nép is ugye gyászba borul, nem veszi föl az ékszereit. Na de az ajánlatot Mózes kapja, hogy akkor ő az ő magából legyen egy új dolog. Na de ezt Mózes visszautasítja. Hát igen, de hogy ő az, aki, szóval ott a nép még nincs jelen. Mózes az, aki megkéri Istent, hogy ne pusztítsa el a népet. De utána Isten azt mondja, hogy viszont akkor jobb, ha az én jelenlétem nem marad köztetek, mert akkor én meg foglak emészteni titeket, mert ti kemény nyakú nép vagytok. És hanem inkább angyalt küldök el előttetek, az ugyanúgy beteljesíti az ígéreteket, megkapjátok az ígéret földjét, minden szuperül menni fog, de én nem megyek veletek, mert abba ti bele fogtok pusztulni, hogyha így viselkedtek. És erre történik az, hogy a nép leveti az összes ékszereit, és gyászba borul. Mózes pedig elkezdi kérlelni az urat, hogy ne csinálja ezt, hanem maradjon közöttük. Hát ugye Mózes elég drasztikusan beszél Istennel ott, mert egyrészt azt mondja, hogy bocsásd meg az ő bűnüket, az aranyborjút, vagy ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Ez azért egy elég erős beszéd. Akkor utána Isten azt mondja, hogy azt törlöm ki a könyvemből, aki vétkezett ellenem, de utána elkezdődik egy beszélgetés, ott meg Mózes megint nagyon drasztikusan fogalmaz, mert azt mondja, hogy ha a te orcád nem jön velünk, tehát a jelenléted nem marad közöttünk, akkor ki se vigyél minket innen. És akkor erre, de ugye Istennek is erős az érve, és ez az érv ez később beigazolódik, hogyha viszont köztetek maradok, akkor megemésztelek benneteket, mert kemény nyakú nép vagytok. Isten tudatában van annak, hogy az ő szentsége életveszélyes, és ezért ő tulajdonképpen egy bizonyos értelemben, hogy mondjam, békés és baráti gesztusként ajánlja föl, hogy jobb, ha nem megyek veletek, hanem inkább egy angyalt elküldök,
ugyanúgy nektek adja az ígéret földjét, ugyanúgy megbeteljesítem az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak adott ígéreteimet, mindent megkaptok, stb., csak én nem leszek köztetek. A ti érdeketekben, hogy életbe tudjatok maradni. És akkor erre Mózes, az ő szempontja is teljesen érthető, mert ő meg azt mondja, hogy ha nem jössz velünk, akkor ki se vigyél innen minket, mert ugye Mózes meg világosan éli azt a tényt, hogy az Isten jelenléte nélkül viszont az élet értelmetlen. Minek nekünk a tejjelést mézzel folyó föld, hogyha veled nem vagyunk közösségben, az embert nem azt teszi boldoggá, hogy mindene megvan, hanem az, hogy az élő Istennel személyes közösséget közösségben lehet. És akkor erre Isten azt mondja neki, hogy akkor az én orcám menjen veletek, hogy megnyugtassalak. És akkor, illetve igen, erre mondja Mózes, ha a te orcád nem jön velünk, ki se vigyél minket innen. És akkor mondja Isten, hogy jó, meghallgatlak téged, mert te kedves vagy az én szemeimben. De tulajdonképpen azért ebbe a döntésbe az is benne volt, mivel Isten a saját természetén sem nem tud, sem nem akar változtatni, hogy ha viszont Izrael között marad, akkor az sok ember életébe kerülhet Izraelbe, mert a jelenléte nem tudja elszenvedni a bűnt az igazságtalanság fennállását. Igen, meg azt, amikor emberek egymásnak károkat okoznak. Uh-huh. És Isten nem tud változtatni a természetén? Hát biztos tudna, ha akarna. De mivel a természete az igazság, miért változtassa meg a természetét? De ha akarná, akkor végül is lehet, hogy... Hát ezek ilyen elméleti kérdések. Ez az, amikor a gondolkodás kiröpül a légüres térbe, és ott a nem valós dolgok világában szárnyal, mint Ikarosz, amíg le nem zuhant. Hát ez a, mert ha a nagymamám villamos lett volna, akkor én is villamos lettem volna. Tehát de miért a villamosok azok nem úgy születnek, hogy... Jó. Még röpdöshetünk egy kicsit a vákumba, hogyha szeretnéd. Szóval ugye egyébként ezt nagyon fontos megérteni azoknak, akik amikor utána a pusztai vándorlásban Isten haragja, tüze újra meg újra kicsap, és időnként mondjuk egy nap alatt van olyan, hogy 20 nem tudom hány ezer ember hal meg. Valamilyen olyan bűn miatt, amit mi emberi szempontból még az is lehet, hogy simán túl lépnénk rajta, vagy mondjuk egy hitetlen beszéd miatt, amit a kémek mondanak, Isten azt mondja, hogy na jó van, akkor most már elegem van, 40 évig bolyongani fogtok a pusztában emiatt a néhány mondat miatt. Mert úgy ugye kimondták az emberek, hogy bár csak meghalnánk inkább itt a pusztában, és akkor Isten azt mondja, jó, akkor komolyan veszem, amit mondtatok, mind meghaltok a pusztában, akik ezt mondtátok, és csak Józsué és Káleb jut be közületek. Tehát ugye emberileg nézve ezek időnként hihetetlen szigorú vagy kemény ítéleteknek érződnek, de Isten természetének a szempontjából nézve meg egyszerűen teljesen érthetőek, mert Isten megemésztő tűz, hát az egész világ mindenség összes napjait és a galaxisaiban lévő összes napokat ő teremtette, tehát irtózatos erő van a személyiségében, és abszolút igazságos, és a bűnhöz semmi köze nincsen, tehát tényleg az a döntés, hogy lakják közöttünk, az egy életveszélyes döntés volt, ugyanakkor érthető döntés is, mert ha nem laksz közöttünk, akkor mi értelme az életünknek? És hát tulajdonképpen ez a ma is bizonyos értelemben a hívők sorsvállalása, hogy inkább közösségben akarok élni Istennel, és a Szent Szellem lakjon bennem,
bármilyen következményekkel jár is ez, de úgy legalább értelmes az életem. De lehet, hogy részesülni fogok a Krisztus szenvedéseiből, vagy akár a saját hibáim miatti fokozott büntetésből, vagy ilyenekből. Nyilván erre most mondják, hogy igen, de hát kegyelem alatt állunk, ez igaz, de mondjuk Péter apostol meg azt is mondja, hogy itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet, és az ítéletnek Isten házán kell elkezdődnie. Tehát azért a dialektikus egyensúlyban kell kezelni a törvénynek és a kegyelemnek, az igazságos ítéletnek és a kegyelemnek a működését. De egy hívő ezt tulajdonképpen bevállalja, mert azt mondja, hogy hát persze élhetnék egy könnyű, vágyaimtól vezérelt, felszínes, vidám kis életet itt a földön, amit hát lát, rengeteg világi ember van, aki nem szenvedésteli életet él, hanem viszonylag vidám és nyugodt és kedves és vicces, és hogy mondjam, ilyen aranyos életet. Csak ugye a felszínessége rendkívül zavaró ezeknek az életeknek, tehát hogy nincs mélységük. És hát a hívő, amikor döntést hoz, hát nem teljesen tudatosan, de bizonyos értelemben ezt a döntést hozza meg, hogy én inkább élek egy olyan életet, ami nem felszínes, hanem van benne egy harmadik dimenzió, tehát mélysége és magassága is van, nem csak kiterjedése, akkor is, hogyha ez egy nehezebb sorsot és életet jelent, a Krisztus felvállalása miatt, meg a saját bűneimet való sokkal nagyobb felelősségnek a vállalása miatt, de mégis inkább ezt, mert ennek van értéke, örök értéket képvisel egy ilyen élet, és van mélysége és magassága, és a felszínességnek a hogy mondjam, ez a mulékony és az örökké valóságot nélkülöző, ma is jól érzem magam, és szeretném holnap is jól érezni magam. Tehát ugye nem mindenki elégszik meg azzal, hogy az élete során egyszerűen csak jól érezze magát. Mert az önmagában nem érték, hogy az ember itt a földön legyéltet, és abban viszonylag jól érzi magát. Tehát az Isten emberei nem feltétlenül akarták magukat mindig jól érezni, viszont az az igényük megvolt, hogy az életüknek legyen örök érvényű értéke, valamint mélysége legyen a szívüknek és magassága. Háromdimenziós szívük legyen, és ne kétdimenziós, vagy ahogy a magyar használ is egy ilyen szót, hogy ne legyünk lapos emberek. Úgyhogy hát Izrael tulajdonképpen ezt vállalja be az aranybori úgy után. És mondom, nem csak Mózes vállalja be, mert az egész nép gyászba borul amiatt, hogy Istennel akar menni. Pedig Isten azt mondja, hogy megadok mindent, amit ígértem. Lesz áldás, tejjel mézzel folyó föld, minden. Jól érezhetitek magatokat. De hát hála Istennek Izrael szívében benne volt, nem csak Mózes szívében, hanem Izrael szívében is az, hogy ez kevés. Isten jelenlétére van szükségünk, még akkor is, ha az veszélyes. És ugye ezután folytatódik tovább a törvényadás, a 40 év alatt folyamatosan születnek az új és új törvények. De ez honnan volt benne Izraelben? Ez honnan van benne egy emberben, amikor így dönt? Akár egy olyan Izraelben, aki 5 perccel azelőtt még aranyborjút formált, és dugolódott, és nem is tudom. Szóval mi az a pont, ahol ezt a döntést meghozták, a szeretet, hogy nagyon szerették. Tehát valamiképp érezték Istennek a szeretetét, és azt a jelenlétet nem akarták elengedni. Szóval én nem hinném, hogy ennyire mély filozófikusan gondoltál, vagy így de volt. De ez nem gondolat. Ehhez nem kell filozófikusan gondolkodni, legfeljebb a megfogalmazása hangzik esetleg filozófikusan, de valójában, hogy mondjam, tehát
Hát most, ha nagyon sarkítva, radikálisan, durván és esetleg sértőn akarnék fogalmazni, akkor úgy is mondhatom, hogy aki megelégszik azzal, hogy kétdimenziós létezésben él, tehát magyarul, hogy legyen mit enni, legyen mibe öltözködni, érezzem jól magam, viszonylag békés és egészséges életem legyen, elmehessek mindig nyaralni, és hogy mondjam, és nincs az életének természet fölötti dimenziója, vagyis a mélység és a magasságot képviselő harmadik koordinátát el tudja engedni, és egy kétdimenziós, lapos, felszínes létezésben tud lenni. Tehát a kérdésem az, hogy ez embere egyáltalán. Hogyha csak az áldás van az életében? Én nem ezt mondtam. Hát de Isten azért azt mondja, hogy az angyalt azt elküldi, és nyugodtan bemehetnek a földre, lesz egy támogatás, lesz egy vezetés, és oda juthatnak. Most akkor te áldás alatt csak az anyagi áldást érted, mert ugye az áldásban... Nem, védelmet értek, meg mit tudom én, hát amiket kínál az 5 Mózes 28. Hát akkor lehet így is mondani, hogy az áldás van az életében, de az áldó az nincs. Igen. És akkor tulajdonképpen az a kérdés, hogy most az Isten személyéhez kötődünk-e, vagy ahhoz, amit ad nekünk. Mert ha valaki csak ahhoz kötődik, amit Isten ad neki, de magához, Isten személyéhez, az adóhoz nem kötődik szeretettel, ráadásul függetlenítve a dolgot attól, hogy most kap-e éppen valamit, vagy nem kap, ott az a kérdés, hogy az emberi lényeg a szó igazi értelmében létezik-e benne. De hát erre viszont Isten ad választ, mert ő kósernek tartja ezt a forgatókönyvet, és ugyanúgy beviszi őket Izraelbe. Hát bevitte volna. Igen, de ez nem tehát akkor ez nem egy végzetesen szörnyű választás adott esetben. Nem, de hát most Izrael létezésének mi értelme van, ha nincs Istennel közösségben? Hát nyilván bármennyi szenvedéssel járjon is ez. Hát jó, de Isten felajánlotta, hogy szóval ez is lett volna egy lehetőség. Hát felajánlotta, mint ahogy te is, nem tudom, hogy most éppen, hogy állsz a... majd ezt kivágod, ha akarod, házasodási projekteddel, de te is lehetsz egy bizonyos ponton, hogy mondjuk azt mondod annak a lánynak, hogy hát figyelj, nem kötelező hozzám jönni feleségül. Akkor is jó barátok leszünk, vagy mit tudom én, majd felköszöntelek a szülinapodon, vagy akármi, érted? Na most itt, tehát ez egy kicsit tesztelése is azért a másik szívének, és én úgy gondolom, hogy Isten örült annak, hogy Izrael erre azt válaszolta, hogy ezt nem szeretné. Tehát, hogy inkább vállalja a kapcsolattal járó nagy nehézségeket és konfliktusokat és konfrontációkat, amikbe egy kicsit már belekóstolt, mint hogy úgy élvezze Isten áldását, hogy közben magának, Istennek a személyével elveszíti a kontaktust. Tehát azért ez, ilyen van egy, és hát azért Isten és Izrael kapcsolatát Isten rendszeresen hasonlítja a házasságkötéshez. Pont a Szinájhegyi szövetségkötést később a proféták rendszeresen házasságkötéshez hasonlítják. És egy házasságkötés előtti megbeszélésben ez benne van, hogy hát én ilyen vagyok, te olyan, ebből fakadni fognak ütközések, és amennyiben te ezt nem vállalod be, hát akkor engem nem válasz be, mert én viszont nem tudok a kedvedért egy másik ember lenni, hanem én az vagyok, aki vagyok, te is az vagy, aki vagy, ebből a kettőből lesz ütközés, de nem várható el egyiktől sem, hogy adja föl teljesen önmagát a másik békessége kedvéért. Ezért a kérdés az, hogy ez így megéri-e neked? Erre mondta régen egy világi barátom, hogy nincs olyan, hogy megéri. Ami egy bölcs megjegyzés. Mi az, hogy nincs olyan, hogy megéri?
Hát, hogy egy szeretett kapcsolatban nincs olyan, hogy megéri. Az nem egy profit központú. Igen. Viszony. Én csak azt mondom, hogy azok se feltétlenül, hát nem tudom. Hát, hogy azok sem hasznavehetetlen és szörnyű emberek, akik adott esetben. Na mindegy, nem, de értem, amit mondasz, és nagyon szép hát tanítás, egy kicsit nem, kötekszem ezzel. Éppenséggel hogy... nem hasznavehetetlen és szörnyű emberek, azt én sem mondtam. Nagyon sokszor én most pont ezt nagyon figyelem meg a világban, és az egyre előre haladó nemzedékeknél egyre erősebb jelenségként látom az ellaposodásnak a és azt látom, hogy minél laposabbak, annál aranyosabbak. Mert ugyanis, hogyha valakinek nincsen tehát hogy mondjam, a teljes relativizmusban és mindent el lehet fogadni mindennel kapcsolatban. Tehát nincs meggyőződése arról, hogy van igazság, és van nem igazság, és hogy van az emberi létezésben jó és rossz, és van bűn, és van jó cselekedet, és stb. Stb. És ezt föloldja magában, és ugye jelenleg a világ nagyon erősen tendál arra, hogy ezt a világ kultúrája, hogy oldja is minél inkább a felnövekvő nemzedékekben. És rengeteg olyan fiatal termelődik ki, aki bizonyos értelemben sokkal aranyosabb, mosolygósabb, és lazább, és hogy mondjam, szociálisabb társaságban könnyen oldódó, stb. 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 De a személyiségének nincs mélysége. És miközben ugye azok, akiknél viszont van egy ilyen fajta érintettség, és a személyiségüknek egy erős, ilyen harmadik dimenziós mélység, magasság kiterjedése, azok az emberek sokszor, hogy mondjam, nem feltétlenül mindig jókedvűek, nem feltétlenül mindig aranyosak. Sok esetben konfrontatívak, amikor az általuk igazságnak hitt dolgokkal való ütközésről van szó. Nem tudnak mosolyogni akkor, amikor az emberek bűnös magatartásokat éltetnek, vagy rehabilitálni próbálnak, rossz kedvük lesz, és nem tudják elleplezni, hogy rossz kedvük lett, és visszahúzódnak, és nem feltétlenül oldódnak könnyen társaságban, és így tovább. Tehát ezeket azért mondom, mert egy pszichológus nyilatkozta egyszer, ez egy fantasztikus jó mondat volt, hogy az a fiatal, aki részt vesz egy buliban, és közben állandóan az a baja van önmagával, hogy úgy érzi, hogy ő nem tud úgy föloldódni, mint a többiek. Az egy jó állapotban levő fiatal. Mert ez azt jelenti, hogy benne van az a gát, ami őt a gonosztól és a rossztól visszatartja. De ugye a mai világnak nagyon erős a nyomása ezen a területen, és ezért a fiatalok, amikor azt érzik, hogy ők nem tudnak könnyen föloldódni egy olyan társaságban, ahol a felszínesség, a semmi, vagy akár éppenséggel a bűn áramlik gát nélkül, maguknak van bűntudatuk, hogy ők mérjenek és irigylik azokat, akik teljesen el tudnak magukról feledkezni, és kikapcsolni, és elszállni a szórakozásban. És ők magukat rosszabb fejnek tartják, mint azokat, akik a könnyen ilyen oldódók. És valójában ez nem igaz, hanem az értékhordozó embernek a jellemzője az, hogy ilyenkor begörcsöl, és elszomorodik, és hiába próbálja előadni, hogy jól érzi magát, de belül, még ha elő is adja, belül akkor is gyötrődik miatta. És
Ez csak vigasztalásul mondom, mert nem akarom most mondani, de az ország egyik legnevesebb pszichológusának volt ez egyszer egy megfogalmazása, hogy azok a fiatalok, akik ilyen furcsán érzik magukat. De szerinted hány százalék, tehát mondjuk egy bulizók között hány százalék ez is, hány százalék, aki önfeledten, vagy van, aki tényleg önfeledten tudja ezt csinálni? Én úgy gondolom, hogy vannak, akik önfeledten tudják csinálni, ugye én is a fiatal koromban ilyen közegben voltam. De te nem azon az oldalon voltál, aki nem, de pont ezt akarom mondani, hogy azóta eltelt egy élet, most már lassan a nyugdíjkorhatárhoz közeledik a nemzedékem, és én látom azoknak a barátaimnak az életét, akiknek sikerült felszámolni magukban ezt a rossz érzést, és sikerült megvalósítaniuk a teljes föloldódásra való képességet, egyáltalán nem értékhordozó és értékteremtő közegekben. Ezeknek a barátaimnak az élete mind tönkre van menve. Akikben pedig ott volt ez a gát, bár természetesen a külső nyomás miatt nagyon dolgoztunk azon, hogy ezt megszüntessük, de nem sikerült. Azok pedig ma értékteremtő, értékhordozó, komoly alkotásokat létrehozó, igazi szellemi értelemben örök értékeket képviselő és létrehozó emberek lettek. És ma már látják azt, hogy az a harcuk, amit akkoriban azért folytattak, hogy ők ugyanolyan oldékonyak legyenek, mint akiket irigyeltek ezekben a közegekben, hogy ma már tudják azt, hogy nem ők voltak az értéktelenebb emberek, mert egy embernek az értékét nem az adja meg, hogy egy szórakozó társaságban mennyire sokat dumál, és milyen vicces tud lenni, és mit tudom én, hogyan tudja előadni azt, hogy neki a világon semmi problémája nincs. Akinek a világon semmi problémája nincs, az nagyon nagy veszélyben és problémában van, mert a világ jelenlegi állapota az eredendő bűnösség miatt mélységesen problematikus, és aki felszámolja magában azt az életérzést, hogy ezt a problematikusságot szinte folytonosan érzékelje, az az ember egyúttal az emberi lényeget és a lelki ismeretét is felszámolja magában. De ez szerencsére nem mindenkinek sikerül. Rengeteg fiatal, aki nagyon jól szerepel, hogy így mondjam, belül, szenved közben, és hát így mondanám, hogy jaj azoknak, akik már nem is szenvednek közben. Azok vannak igazán nagy bajban. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy jaj azoknak, akik most örülnek, mert ők sírni fognak, mert ugye nem csak a boldog mondások vannak, hogy boldogok, akik most sírnak, mert ők majd vigasztalást vesznek. Boldogok, és ez is sírásnak számít? Hát ez a sírás. Ez a sírás? Ez a sírás. Az, hogy valaki ebben a világban egyszerűen nem tudja jól érezni magát, mert egy mélységes, mély hiányossággal, problematikussággal és gonoszsággal érzi a szembesülését, és emiatt szomorú, tehát az, hogy belül van, hordoz egy fájdalmat, egy gyötrelmet, és amikor a szórakozás legnagyobb örvénylik körülötte, akkor sem tudja elfelejteni ezt a fájdalmat, és akkor is azt érzi, hogy itt valami irtózatosan nincsen rendben. És most nem is csak a drogos, meg amit tudom én, ilyen teljesen gátjavesztett dolgokra gondolok, hanem egy viszonylag ártatlan szórakozás is, mert ártatlan, tehát ahol néhány sörön kívül nem isznak meg mást, és elviccelődnek, és játszanak, és dumálnak, és mit tudom én. De hát ott is, ha az ember ugye meghallgat több órás bizonyos beszélgetéseket, és akkor világos, hogy semmi tartalmuk nem volt. Hát akinek a személyiségében van mélység, magasság, van az emberi lényegnek egy erős jelenléte, azt az is zavarja, hogyha teljesen üresen és tartalmatlanul teltek el hosszú órák, és hogy az emberek valójában nem kerültek közelebb egymáshoz,
hanem csak eltöltötték, múlatták, ugye múlatás, az azt jelenti, múlatták az időt, pedig hát az időt nem múlatni kell, hiszen inkább kevés van belőle. Mivel nem azt akarom mondani, hogy állandóan dolgozni kell, meg nem tudom micsoda, csak hogy azért a pihenésnek és a kikapcsolódásnak is az a jó, ha van értékhordozó jellege azért. De ahhoz viszont egyébként sok idő kell, szóval jobban passzol a pörgéshez a tartalmatlanság. Hát persze, meg ugye aztán nem beszélve arról, hogy vannak fiatalok, akik egyfolytában buliznak, tehát semmi más nem csinálnak, csak kizárólag buliznak. De egyébként én, akiket ismerek egy-két ilyet, azok azért szenvednek miatta. És ez az egyetlen reményem felőlük. Akik nem szenvednek emiatt, ott már nincs is nagyon közös pont. Azokkal én annyira nem is tudok már kontaktust teremteni, vagy beszélgetni. És gondolom, hát Istennek sem egyszerű. Hát ha te nem tudsz kontaktust teremteni, akkor valószínűleg, hogy kevesen tudnak, mert egy nagyon jó, én azt gondolom, hogy jó, ilyen szívből jövő diplomáciai érzéked van ezekhez, tehát könnyen tudsz más emberek nyelvén is beszélni. Hát épp tegnap mondták nekem, kiterjedt rokonságomban a unokahúgom esküvőjén az engem gyerekkorom óta ismerő rokonaim, hogy ugyanolyan antiszociális vagyok most is, mint úgyhogy nem mindenkinek ez a vélemény. Na, de ez na mindegy, de már ezt nem rólam beszélgetünk, hanem a Tóráról kellene. De visszatérve, akkor hadd kérdezzem meg, hogy ez a generáció meghozta ezt a szívbéli döntést, hogy ők háromdimenziós karakterek szeretnének lenni. Már melyik generáció? Akik az aranyborjú generációja, most ilyen csúnyán fogalmazva. Igen. És aztán pedig végül is nekik az lett a sorsuk, hogy a sivatagban vándoroltak 40 éven keresztül. Hogy ez... De háromdimenziós emberként. És az jobb, mint bemenni az ígéret földjére két dimenziósra. Csak én pontosan emiatt nem tudom azt elképzelni, hogy ez Istennek egy büntetése lett volna. Hanem sokkal inkább ezt úgy látom, illetve kérdezem, hogy ezt szerinted lehet-e így látni, vagy releváns-e az, hogy egész egyszerűen felismerte azt, hogy nincs elég önbizalmuk ahhoz, hogy ezt megcsinálják, amikor visszajöttek a kémkedésből. És felismerte, hát nem, akár fájó szívvel ezt, hogy... nem volt, hanem Istenbe vetett bizalmuk. Hát, vagy Isten, de hogy minden esetre, hogy nem alkalmasak, akár a rabszolgaság évei, hát akár más miatt. Senki se alkalmas semmire. Ennek felismerése nem önbizalom ilyen, hanem realitásérzék. Az Istenbe vetett hit, vagyis az Istenbe vetett bizalom, az nem ugyanaz, mint az önbizalom. Az önbizalom az hogy mondjam, ki mondja a Biblia, aki magába bízik, az bolond. De én ezt most csak arra mondom, hogy Isten részéről ez feltétlenül egy büntetésnek kell látni, hogy ő így döntött ebben a kérdésben, nem egyszerűen csak megállapította, hogy sajnos ők nincsenek olyan állapotban, ez a generáció még Egyiptom után, hogy ezt megcsinálja. Én azt gondolom, hogy nem. Ugye a büntetés alatt ne feltétlenül mindig valami negatívumot lássunk, mert van nevelő célú büntetés. Ezt minden apa tudja. Bizonyos esetekben egy apa, aki a fiát szereti, és embert akar faragni belőle, nem véletlenül mondják így, hogy embert, tehát nem egy állatot, vagy egy ilyen sík, kétdimenziós lényt, hanem embert akar faragni a gyerekéből, az időnként megbünteti a gyerekét, nem gyűlöletből, nem haragból, nem meg nem bocsátásból, hanem pedagógiai céllal. Én azt gondolom, hogy mind a sivatagban aztán meghaló nemzedék számára lehet, hogy ez az üdvösséget jelentette, mert így volt, mint gondolkodniuk. Meg tudták ismerni önmagukat az Istennel való ütközésben, és aki nem volt közöttük abszolút megáltalkodott, mint például a Kóré és a Dátán, és azoknak a társai, vagy még egy-két ilyen figura, de hát azért a nagy többség az nem feltétlenül volt.
tehát hogy mondjam, nem volt bűntelen, és meg, a büntetést megérdemelte, most így mondom, mert zúgolódott meg minden, de az, hogy ezt megkapták, az ő rájuk nevelőleg hatott, és nem véletlenül, hogy a rabbinikus irodalom azt mondja, hogy a kivonulás nemzedéke részesülni fog az eljövendő világban. De az, hogy az eljövendő világban, vagyis az üdvösségbe bejuthassanak, ahhoz nekik az életük egy pedagógiai szempontnak alávetve telt el. És például amikor a Célofhád lányai, Célofhádnak ugye nem voltak fiúgyermekei. És ez háromszor is beszél erről a Biblia. Igen. És a Célofhád lányai, amikor Mózeshez mennek, hogy az apjuknak nem volt fia, és ezért ki fog veszni a neve, és el fog veszni az öröksége Izraelben, és ezért hadd örököljék a lányai a nevének a továbbvitelét és az örökségének a továbbvitelét, akkor a Célofhád lányai így fogalmaznak, hogy a mi apánk elpusztult a pusztában, de ő nem, most próbálom szó szerint idézni, de ő nem volt részes a Kóré gyülekezetében, hanem a saját bűne miatt halt meg. Miért vesszen hát ki a mi apánknak a neve és öröksége Izrael közül? És erre az Úr azt mondja, a Mózes azt mondja, hogy elmegy, megkérdezem az Urat, és az Úr ezt válaszolja, igazat szólnak a Célofhád leányai. Tehát örökölhessenek. Na most mi volt az eredeti szöveg? Hogy a saját bűne miatt halt meg. De nem volt részes a Kóré lázadásában, meg ezekben az extra gonosz cselekményekben. Miért vesszen hát ki a neve? Most ugye ez egyértelműen azt mutatja, hogy mert ez ugyanazt jelenti, ha valakinek Isten gondot visel arra, hogy a neve fennmaradjon, az az ember nem kárhozik el. Mert ha ez egy kárhozott lenne, akkor Isten nem érdekelné, hogy a neve meg az örökség, mit tudom én, az fönnmaradjon. De itt kifejezetten arról van szó, hogy az apánknak ne vesszen ki a neve. És utána Isten azt mondja, hogy igazat szólnak a Célofhád leányai. Tehát ugye, hogyha valaki a halála előttig belátja azt, hogy miben tévedett, és miben vétkezett, és miben döntött rosszul, és miben sértette meg Istent, Isten igéjét, és úgy hal meg, hogy ebben a belátásban hal meg, tehát elismeri az Isten igazságosságát önmaga fölött, és elismeri a bűnösségét, akkor az az ember nem kárhúzik el. Az eljövendő világban részesülni fog. Na de ehhez viszont kell az, hogy ő egy pedagógiai módon a bűnének a következményeivel már a földi életében szembesüljön. Tehát ugye az, amikor az embereket a bűnökért az életük során isteni fegyelmezések érik, az az Isten részéről nem negatív szándékú, hanem nevelő szándékú, mert így az illető belátásra tud jutni, és legalább a halála előtt el tud jutni odáig, hogy az életét kiértékeli, és önmagát megítéli, és az meg van írva, hogy aki önmagát megítéli, az nem ítéltetik el. Ha viszont valaki a bűnei ellenére nem részesül büntetésben, minden jól megy neki utána is, és stb. Az az ember a lelki üdvössége szempontjából sokkal nagyobb veszélyben van, mint az az ember, aki az élete során szembesül a bűneinek a következményeivel, legalább részlegesen annyira, hogy fölébredjen rá, hogy ezeket én rosszul csináltam, vagyis megtérésre van szükségem. Hát most pont hallottam egy esetről, elképesztő illető ilyen különböző keleti okkult dolgokkal foglalkozott, és tudod, hol robbant le az autója? Elképesztő. A vonatsíneken. Pont a vonatsíneken. És sértetlenül szállt ki az autóból.
pontot. De erre mennyi az esély, hogy ott robbanjon le egy autó? Na mindegy, ez csak érdekesség. Hát reméljük beindít néhány gondolatsorta. Igen. Na most rájöttem közben, hogy ez a műsor arról szól, hogy hogy a Mózes... Hát nem erről, igen. De hogy visszakanyarodva végül is akkor, hogy honnan, nem tudom már, hogy honnan volna érdemes ezt megközelíteni. Én visszakanyarodok. Tehát akkor ott tartottunk, hogy ez Izrael népével köttetett meg két lépésben, Mózes által, a 10 parancsolat adásától, illetve egészen pontosan a Páska bárány Egyiptomban történt feláldozásától, mert ott kezdődnek. A Páska bárány parancsa időben az első olyan parancs, amely Mózes által Izraelnek adatik. Előtte Mózes nem ad parancsot, csak a fáraó birodalmát rombolja szét természetfölti csapásokkal, és akkor az utolsó csapás előtt kezdődik meg a parancsolatok adása, mert ott már meg van fogalmazva, hogy ezt majd minden évben csináljátok megemlékeztetőül, és ez a Peszachi bárány feláldozására adott parancs. Ez nagyon fontos, hogy a Tórának, vagy legalábbis pontosabban nem a Tórának, mert a Tórába beletartozik a Mózes első könyve is. Tehát időben a Tóra első parancsa az az, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ami az egész emberiség. Na jó, ez most nagyon megbonyolítja. De Gárdámmal kötött szövetség, hanem úgy mondom, hogy az Izraellel kötött Szinájhegyi szövetségnek. Amit a köznyelv Tóraként tart számon. Hát az nagyon pontatlan köznyelv, pongyola köznyelv, mert igazából újra mondom, hogy a Tóra az a Mózes öt könyvének az egésze, és az abban található 613 parancs, amiben az Ádámnak adott parancsok, a Noénak adott parancsok is benne vannak. Hanem én úgy mondanám, hogy a Tóra azon részének, amelyet Isten csak Izraellel kötött meg, Mózes által, az első parancsa, az a Peszachi bárány parancsa, még Egyiptomban. Ez azért is nagyon fontos, mert ez ebben az is benne van, hogy Isten, tehát a megváltás jár elől, a szabadítást végző Peszachi bárányáldozat megelőzi az erkölcsi parancsok adását. Ez nagyon fontos. Mert előbb szabadítja meg Isten a népét, és utána ad neki parancsokat, erkölcsöt, mert erkölcs az csak szabad embernek adható. A rabszolga státuszú, és főleg aki szellemileg, lelkileg is rabszolga állapotban levő embernek nem adhatók erkölcsi parancsok, mert a szellemi-lelki szempontból rabszolga állapotú ember nem képes semmiféle a szó igazi értelmében vett erkölcsre. A szó igazi értelmében vett erkölcsre kizárólag szabad ember képes. Ezért Isten először szabadít, és utána ad törvényt. Mert az erkölcsnek az alapja a szeretet? Mert az erkölcs alapja a szabad akarat, ugyanis ahhoz, hogy egy cselekedet jónak minős, tehát ha én végrehajtok egy jó cselekedetet, amelynek, hogy mondjam, hasznos cselekedet, attól én még nem biztos, hogy jó ember vagyok, vagy hogy ezt jóságból teszem, mert ha azért adok egy koldusnak pénzt, mert közben valaki a fejemhez szorít egy revolvert, hogy ha nem adsz ennek a koldusnak pénzt, akkor lelőlek, akkor én nem szabad akarati döntésből adom a pénzt a koldusnak, akkor az nekem nem tulajdonítatik jó cselekedetül, mert az semmit nem mutat arról, hogy én jó ember vagyok-e vagy nem. De egyébként hozzáteszem, ez a vallási kényszerre is áll. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy azért kell a koldusnak pénzt adnod, mert különben a pokolba kerülsz, és ezért ez az ember a pokoltól való rettegéséből fakadóan minden koldusnak pénzt ad, ő nem cselekedett jót. Tehát reál értékét tekintve azért ez végül is
pozitív irányba lendítette tovább a létezésünket. De csak a külvilág, a közösség, a társadalom szempontjából és a koldus szempontjából. Ő az ő szempontjából, ő nem lépett előrébb, sőt, bizonyos értelemben hátrább lépett, vagy stagnál. Ezért mondja Pál azt egy helyen, hogyha az egész minden vagyonomat feletetem, de nem szeretetből teszem, akkor semmi vagyok, és semmi hasznom nincs belőle. Tehát ahhoz, hogy egy cselekedet jónak legyen minősíthető, ahhoz szabad akaratnak kell állnia mögötte. Ugyanúgy fordítva is, hogyha valaki azért követel valamilyen bűnt, mert a fejéhez szorított pisztollyal kényszerítik rá, minden bíróság ezt annyira enyhítő körülményként veszi figyelembe, hogy akár fel is mentik, mert ez meg nem minősül rossz cselekedetnek etikai értelemben, mivel hogy ő kényszer alatt állt. Tehát ezért a szabad akarat az előfeltétele, a szabadság az előfeltétele az erkölcsösségnek, a valódi erkölcsösségnek. A társadalmi hasznosság, tehát az, hogy valaki másokkal jót tesz, független attól, hogy ő ezt nem szabadon teszi, hanem mondjuk pokoli félelemtől vezéreltetve, akkor az társadalmi hasznos cselekvés, vagy közösségileg hasznos, de az nem jó cselekedet. Sőt, ugye nagyon sok olyan eset is elképzelhető az etikában, de ebben most nem menjünk bele, ahol a jó cselekedet társadalmilag nem hasznos. Mert amikor például egy proféta azzal, hogy megmondja az igazságot, destabilizál egy egész országot és káoszba dönt, és ezt azért megcsinálták a proféták, Illés, akit meg is vádol Akháb király azzal, hogy ő az Izrael megháborítója, mert a bálványimádás miatt beközölte, hogy 3,5 évig nem lesz eső, és nem is lett eső. Ez társadalmilag káros cselekvés volt az emberek, legalábbis az emberek aktuális éppen akkori jólétét tekintve. Éhen is halhattak emberek, és az állatállomány nagy része elpusztult. De ez mégis jó cselekedet volt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ugye vannak ilyen, úgy szokták ezt a filozófiában nevezni, hogy a haszonelvű etikák, utilitárius etikának mondják idegen szóval, ahol a jót a hasznossal azonosítják. A jó az nem feltétlenül a hasznos, és a rossz az nem feltétlenül a haszontalan vagy a káros. Egyébként ezt az egész látásmódot, hogy erről mi így tudunk beszélgetni, ezt pont a Biblia hozta be az emberiségbe, mert a Biblián kívüli, vagy Biblia előtti, illetve a Bibliától meg nem érintett társadalmakban, a Biblián kívüli világban mindenhol utilitárius etikák vannak, tehát ott azt nézik, hogy mi a közösség érdeke. Az, hogy az egyén milyen motiváltságból szolgálja a közösség érdekét, az tök lényegtelen számukra. Na most, mivel a Bibliát viszont az érdekli, hogy vagy az is érdekli, vagy legalább annyira érdekli az, hogy az egyén Isten képmásaként működik-e, vagy pedig csak egy közösségben, egy csavar egy gépezetben, ezért a Biblia nem tekint, a bibliai etika az nem tekinti jónak azt a cselekvést, ami mögött az egyénnek nincsen szabadságból fakadó pozitív szeretet motivációja. Mert egy kínai társadalomban is, egy konfucianista etikában is szigorúan vették a szülők és a tekintélyek iránti tiszteletet például, meg egy csomó más valóban a társadalom fennmaradásához szükséges konzerváló, és akár a Bibliával hogy mondjam, egyezést mutató erkölcsi szabályt, de közben senkit nem érdekelt az, hogy az egyénből az egyén ezt kényszerből teszi meg, vagy szabadon teszi meg, vagy miért teszi meg, mert mindenkit csak a közösség
továbbélése érdekelt, ugye ezt hívjuk kollektivista etikának. De nem értem, hogy ez miért van, hogy nem alakult ki egy társadalomban se az a látás, hogy hát ez az individualista dolog, ami inkább ma tapasztalható. Én nem individualistának mondanám, mert az egy másik szélsőség, hanem personalistának szoktuk mondani ez, de ez most végül is mindegy, csak inkább a filozófiai szakkifejezések miatt fontos. De ezzel szembe kell nézni, és ez egy rendkívül fontos dolog, hogy ezt aki megértse, hogyha nem lenne a Biblia, tehát nem jött volna mennyei fénysugár, felülről való közlés, kinyilatkoztatás, akkor az emberiségnek, az egyén személyiségének az értékéről semmi, azaz nulla látása lenne. Mert az eredendő bűnösség ebbe az irányba sodorta az emberiséget. A sátán alapvető célja az volt, hogy az ember elfelejtse azt, hogy Isten kép mására teremtett lény, és ezért az emberi túlélés vált a fő értékké, egyszerűen csak a túlélés. Ez kollektívumokat igényelt, és ezért a kollektívumok belső kohéziós szabályai jelentik az etikát minden olyan társadalomba vagy közösségbe, amelyiket a Biblia nem érintett meg. Ez az oka annak, hogy a kínai, a japán, a távol-keleti társadalmakban jól lehet hatalmas birodalmakat, civilizációkat és magas technikai vívmányokat értek el, de az egyénnek önértéke nincsen. A szamuráj, ha harcot, ha csatát veszt, mindenki elvárja tőle, hogy harakirit kövessen el. Tudom Japánban élő ismerősömtől, hogy ma is az öngyilkosság nem csak elfogadott, hanem bizonyos mértékig elvárt lépés mindazoktól, akik a karrierjükben, az életükben valamilyen nagyon nagy kudarcot vagy verességet követnek el. Egy japán nagyvállalat felső szintű menedzsere, aki 30 évig építette a karrierjét, és egy hibába belebukik és kirúgják, az ma is, hangsúlyozom, nem csak elfogadott, hanem egy bizonyos értelemben a közösség részéről elvárt magatartás, hogy ölje meg magát. A távol-keleten az egyénnek nincs értéke, de ez nem abból fakad, hogy a távol-kelet önmagába véve gonoszabb háttérből indulna, mint az európai civilizáció, hanem egyszerűen a távolságából fakad, hogy a Biblia nem jutott el 2000 éve még oda, hanem csak, mit tudom én, 1000, vagy nincs is 1000, hanem 500 éve jutott el oda, és az alatt még nem tudta úgy beinjekciózni a társadalmakat, hogy a társadalmakban az egyénnek, mint Isten képmásának egy ilyen értelembe vett tisztelete kialakuljon. A nyugati társadalom azt, hogy az egyénnek kialakult, hogy az egyén is érték, és nem csak a kollektívum érdekében van, tehát nem csak egy csavar a nagy egész működésében. Ez a Bibliának köszönhető, ez soha nem jött volna létre a Biblia nélkül. Hát a zsidók szokták mondani, hogy annyit ér egy ember, mint az egész világ. És ez gyönyörű szép, én ezt nagyon szeretem. Igen, ez a Misnában van, azért tegyük hozzá, hogy a teljes mondat úgy szól, hogy egy igaz ember ér annyit, mint az egész világ, de ennek kicsit ilyen humanista átfogalmazása, hogy minden egyes ember annyit ér. Hát de az, hogy Jézus egyedül meg tudta csinálni az egész emberiség bűnét, az ezt jelenti. Igen. Igen. De és akkor visszatérve az etikai rendszerekről, mégiscsak a törvényre, hogy ez most milyen módon is kapcsolódott? Tehát két szempontból is kapcsolódik. Az egyik az, hogy a törvény az egy etikai rendszer is. Mégpedig, és ezt százszor is el fogom mondani ebben a sorozatban, ha az Úr megengedés élünk, a mózesi törvény a hozzáfűzött összes bibliai
az az új és új szövetségi kommentárokkal az egyetlen működőképes, Istentől származó és jó erkölcsi rendszer. Minden egyéb erkölcsi rendszer, amit az emberiség alkotott, az működésképtelen, az életet valamilyen szinten csonkolja, nem engedi a kibontakozását, illetve rossz dolgok kibontakozását is engedi. Valamint a törvényhez és a Bibliához fűzött minden olyan magyarázat és értelmezés, amely nem helyén való, tehát, ahogy a Tóra maga tartalmazza, ne tegyél hozzá semmit, és ne vegyél el belőle semmit. Tehát a Tórához való minden emberi hozzátétel és kiegészítés, ami a Tórából nem következik szükségszerű kényszerítő erővel, tehát magyarul nem a Tórából van kibontva, hanem emberi értelmezés és tanítás révén van hozzábígyeztve, az bűn, és minden elvétel a Tórából, amely bármelyik parancsának viszont a valódi belső tartalmát és jelentését csökkenti vagy kitörli, az is bűn, és mind a két eset, tehát a hozzátétel és az elvétel súlyosan csonkolni fogja valakinek vagy valakiknek az életét, és ezzel rendkívüli fájdalmakat és károkat hoz létre az emberi életben. Tehát a Tóra az egyetlen életszerű, élhető, működő, valóban az életről szóló és az életet segítő, és azt soha nem csorbító, hanem kibontakoztató erkölcsi rendszer a Földön és az emberiség történelmében. Ez az egyik dolog, a másik pedig, ahogy ide keveredtünk, az pedig az volt, hogy az Izraelnek adott, Mózes által adott első időben első parancs. Az a páskabárány volt. Az a páskabárány, vagyis, hogy Isten előbb szabadít, és aztán ad erkölcsöt, mert ami szintén, újra mondom, tehát nem tudhatnánk, és soha nem ébredtünk volna rá arra az etikai igazságra, hogy csak a szabadon döntött, cselekedett, tulajdonítható valakinek jóságként, vagy rosszaságként, vagyis, hogy a szabadság alapfeltétele annak, hogy etikailag értékelhető legyen egy ember cselekedete, mert egyébként csak hasznosság alapján értékelhető, de az nem erkölcsi kérdés. Tehát az nem mond semmit annak az embernek a belső állapotáról, hogy az jó-e vagy nem jó. Tehát, hogy ez a maga egyáltalán ez az etika, és ez a nyugati etika, most így mondanám, lényege, és a nyugati szabadság fogalom lényege, amit a mennyből kaptunk tehát a kinyilatkoztatáson keresztül, és soha nem ébredt volna föl ember erre az igazságra magától, mert egy egyiptomi rabszolgának se jutott volna soha eszébe, hogy ő lehetne nem rabszolga is. Tehát ugye az nagy hiba, amikor visszavetítik a modern szabadságharcosoknak a gondolkodás módját. Egy egyiptomi rabszolga az azt tekintette természetesnek, hogy ő a fáraót imádja istenként, és ő a fáraó tulajdona. És a legszebb álmában sem merült volna föl benne, hogy ő nem a fáraó tulajdona, és hogy ő egy egyenrangú ember a fáraóval. Ehhez mennyből érkező injekcióra volt, igazság injekcióra volt szükség az emberiségnek, hogy egyáltalán az a gondolat megfogalmazódjon az emberi szívben, föntről érkező gondolat, hogy például a rabszolga és a fáraó mint emberek egyenlő emberek, és hogy a fáraónak nem feltétlenül lehet a tulajdona az összes többi egyiptomi. Ugye az emberiség a mai, tehát akik erről hogy mondjam,
nem alaposan gondolkoznak, azok azt hiszik, hogy ahogyan ma gondolkozik a nyugati ember, hogy ezt vissza lehet vetíteni egy ókori közegbe. Nem lehet. Az ókori ember nem rendelkezett például az emberi egyenjogúságnak, vagy a szabadságnak, vagy az elidegeníthetetlen emberi jogoknak még az ideájával sem. Teljesen természetes volt számára, mondjuk a rabszolga számára, hogy ő rabszolga. De az indiai kasztrendszerben a négy kaszt, az nem is, tehát az ők, nem, ők úgy tekintenek egymásra, hogy az négy különböző faj. Tehát egy brahmin, tehát egy papi kaszthoz született ember, az nem ugyanaz az élő lény, mint egy katonai kasztba született ember, vagy mint egy, mit tudom én, a legalsó párja érinthetetlenek kasztjába született ember, az nem ugyanaz az élő lény. Tehát ahogy te megkülönbözteted magadat egy kutyától, és nincs bűntudatod amiatt, hogy azt mondod, hogy a kutya az egy másik faj, úgy egy bráhminnak, vagy egy katonai kaszthoz tartozónak soha életében nem jutott volna az eszébe, hogy egy párja az ugyanolyan ember, mint ő. Ezek különböző fajokként voltak számon tartva. Tehát ezeket csak azért mondom, hogy nem szabad... Ez nagyon nyomasztó gondolat. Hát de ez így volt, meg egyébként még a viszonylag érintetlenebb indiai vidéki, hogy mondjam, társadalomban ezek ma is fennállnak még. Ez a civilizációnak minden pozitív tartalma, de minden pozitív tartalma az a Bibliából származik. Ez egy mennyei injekció. Most erre büszkének lenni, mintha ezt mi csináltuk volna, az egy tévedésen és egy téves felfogáson alapuló kevésség. A teljes zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az a görög-római birodalomba lett beinjekciózva, és Pál ugye, amikor kelet felé akart mozogni, akkor a Szentlélek eltiltotta és kifejezetten nyugat felé mozgatta. Ezért ide lett először beinjekciózva a bibliai kinyilatkoztatásnak ez a teljessége, és ez egy olyan módon termékenyítette meg egy mennyei eredetű üzenettel és igazsággal az európai emberiséget, hogy az létrehozta az elmúlt 2000 évben a relatíve leghatékonyabb és viszonylag legélhetőbb civilizációt a Földön. De azért tegyem hozzá, hogy tele olyan hibákkal, súlyos hibákkal és hiányosságokkal, amelyek viszont nem a mennyei injekcióból jöttek, hanem a hozott anyag. Mert azért a germánok ettől függetlenül azért a harcban az ellenségeik agyvelejét hiánytalanul megették, még melegen mihelyt megölték őket. És szellemi célból? Hát szellemi célból, amit most már tudunk is, hogy miért, de most ebben aztán végképp nem menjünk bele. Tulajdonképpen ez egyfajta kábítószerfogyasztás, mert ugye a halál pillanatában az agyban a DMT nevű anyag óriási mennyiségben szabadul föl. Vagy ez más? A DMT, ami a halál lezajlás, tehát az agyhalált késlelteti a szívhalál beállta után, ezt ugye ma már kábítószerként használják. Csak hogy a topozmirigyet is volt, hogy elrágták a hippi mozgalomban, és az egy ilyen nagyon elementáris élményt biztosítta. Na hát ezt nem is tudtam. És a topozmirigy termeli talán a dopamint? Ezt sem tudom. Na mindegy. De ez aztán végképp összevezet a tórától. De az a lényeg, hogy csak azt akarom mondani, hogy a germánok semmivel nem voltak magasabb rendű emberek a kereszténységgel való találkozásukig, mint az új guineai kannibálok, akiket nagyon meg lehet vetni, amikor ma megtalálgatják őket, még most is ugye találnak egy teljesen érintetlen törzseket az őserdőben, akik fejvadászok és adott esetben kannibálok, és mit tudom, és akkor le lehet nézni őket, hogy ők nem mentek át
át ezen a fejlődésen. Azért nem mentek át a fejlődés ezen a fejlődésen, mert a Biblia nem jutott el hozzájuk. Egy. Kettő, mielőtt a Biblia eljutott az európai népekhez, pontosan ugyanolyan gannibálok voltak, és szörnyetegek, mint amilyeneknek most a látjuk ezeket a benszülötteket, sőt az, hogy ezek most is ilyen állapotban vannak ott, ez egyébként egyértelműen bizonyítja, hogy nem egy társadalmi fejlődés önmagától vitte az emberiséget így előre, hanem hogyha a Biblia nem injekciózódott volna bele az emberiségbe, akkor most is az egész emberiség az egyiptomi rabszolgatartó rendszerben élne, a másik fele agyvelő tenne, a harmadik része fejvadászattal foglalkozna, mert az bűnbe esett emberiség, ha fölülről nem kap a mennyből világosságot, és nem injekciózzák bele a szívébe a mennynek az üzenetét, akkor az emberiség nem lép ki ezekből a démonikus állapotaiból, és az, hogy például először, hogy a sémita kultúra például már a Mózes törvényei előtt is elkezdett kiemelkedni ebből, az is azért volt, mert ott volt kinyilatkoztatás, ott volt emlék a Noéról, volt emlék a Sémről, a Jáfetről, és ezért mondjuk a Hammurabi törvényei látványosan igazságosabbak, mint az újgineai kanibál törzseknek a belső törvényei, de az is kinyilatkoztatásból van, nem pedig emberi felsőrendűségből. És ahova a kinyilatkoztatás bement, ott kezdett el az ember, a szó istenképű, tehát abban az értem, hogy az ember istenképmása, kezdett az ember, a bűnbe esett emberiség visszaalakulni az istenképűség felé. Ha nem jön a mennyből kinyilatkoztatás, akkor az egész emberiség most is az erdőben élő, a szomszéd törzset embernek sem tekintő, hát ez azt hiszem talán a Cheyenne indiánoknak, de egyébként a legtöbb népnél, a nyelvében az a szó, ami a népnév, az azt jelenti, hogy ember. Uh-huh. És amikor azt hiszem talán Cheyenne indián nyilatkozta, hogy ő azt hallotta valahol, hogy a feketék is Cheyenne indiánok voltak egykoron, de ezt a saját nyelvén mondta, ez a mondat a saját nyelvén azt jelenti, hogy ő azt hallotta, hogy a feketék is régen emberek voltak. Tehát mert minden egyes népnek, sőt egész elszigetelt kis törzsecskéknek is az volt az identitásuk, hogy ők egy külön faj, ezért is nem volt semmi bűntudatok, amikor a 20 kilométerrel arrébb lakó másik törzset, aki egy kicsit másik nyelven beszélt, azt éves szinten látogatták meg legyilkolás és rablás céljából, és emiatt semmiféle bűntudatot nem éreztek, mert az egy másik lény. Így élt az emberiség, tehát nem szabad illúziókat táplálni, meg visszavetíteni mindenféle modern európai igazságokat, amik a kereszténységből, meg a zsidóságból származnak, visszavetíteni. Ezért itt egyébként a Tóráról beszélünk, mert ha a Tóra a mennyből nem adatik Mózesen keresztül Izraelnek, akkor kimerem mondani teljes isteni és ember előtti felelősségem tudatába, és bárkinek készüljük elszámolni az Úrnak is, meg az emberi grémiumoknak is ennek a mondatnak az igazságtartalmáról, hogy az emberiség ugyanazon a szinten élne az egész emberiség, mint amin a mostani Új-Guineában fölfedezett félkannibál, vagy egészen kannibál, vagy fejvadász, vagy egyéb törzsek élnek. Az valóban igaz, hogy a Jáfet nyugati kultúrához kötődik az emberi történelemnek eddig leghatékonyabb, legélhetőbb és legproduktívabb civilizációjának a létrehozása, de ez nem ennek a népnek, mint etnikumnak
a csodálatos képességeiből eredeztethető, hanem abból, hogy a bibliai kinyilatkoztatás ezt a közeget érte el először. És még ezt a közeget is 2000 éve formálja, és még nem tudta átformálni teljesen. Igazi a szó bibliai értelmébe vett, tehát krisztusi emberekké, de kétség kívül előrébb tart benne, mint azok a csoportok, akiket tavaly előtt, vagy akár 500 évvel ezelőtt ért csak el az evangélium, mert mondjuk Kínát már elérte hát mikroszkopikus méretekben, de már 1000 évvel ezelőtt is, de mondjuk 500 éve még inkább, de ott még ez az átformálódás ilyen mélységig a társadalmat nem tudta átalakítani. De és a Szinájhegyi szövetségkötés akkor végül is arról szól, hogy Isten kijelöli azt a csoportot, vagy illetve ezt már Ábrahám fizikai leszármazottánál megtette? Itt konkrétan a munkaköri szabályzatot rögzíti ennek a kezdési szabályairól, vagy ez hogyan kell akkor ebbe beletenni? Hát ezt inkább úgy lehet mondani, hogy ugye az Egyiptomban jelentős létszámúvá felszaporodott családot, mert hát végülis Jákob 70 fős családja költözött Egyiptomba, majd szaporodott föl nagyon nagy létszámú közösségé. Ezt a tömeget néppé alakítja át a Tóra. Goly, a tömeg, a szervezetlen sokaság, massza, ugye mass, tehát ilyen értelme, a tömeg az egy massza, nem szervezet, az egy ilyen amőba-szerűen folyó, kiszámíthatatlan, minden szempontból kiszámíthatatlan és törvénytelen tömeg. És a golyszónak van is ilyen jelentése. Ezt ammá, azaz néppé, vagyis egy szervezett közösségé, egy törvényes, önmagán belül az igazságosság érvényesítésére törekvő, tehát ahol már nem lehet azt megcsinálni, hogy átmegyek és elvágom a szomszéd torkát azért, mert tegnap kihúzott egy répát a kertemből. Tehát, hogy egy szervezet önmagán belül rendezett, szervezet rendezett és törvényes, törvények szerint, mégpedig Istentől adott törvények szerint a belső igazságosságát fenntartó és célzó és működtető közösségé szervezi. Ezt ki is mondja egyébként a Tóra rögtön az elején, amikor még a Szinájhegyi leszállása előtt Istennek, tehát a 10 parancsolat adása előtt néhány nappal, azt mondja Isten Mózesnek, hogy adok nektek törvényeket, stb. 3 nap múlva leszállok a Szinájhegyére, stb. És akkor ott van egy ilyen mondat, hogy és lesztek nekem papok királysága, vagy hát papi királyság, vagy pap királyság, vagy papok uralma, és szent nép. De ott goly kedos van. Tehát, hogy a tömeget, a masszát Isten magának elválasztja, és felépíti, megszervezi egy olyan működő közösségé, amely önmagán belül isteni igazságosságnak az elveit kezdi követni. Tehát, hogy ne egy anarchikus, vagy egy barbár. Ugye ez megint kicsit ilyen kultúrtörténeti, vagy kulturális antropológiai dolgok is tartoznak, ugye, akiknek nem ez a modern russzói romantikus Winnetou, Carmay, Old Shatterhand, stb. Látásuk van arról, hogy egy Bibliától érintetlen góly társadalom hogy működik, azok tudják azt, hogy ott kiszámíthatatlanság van.
Tehát azért alapvetően egy indián az soha nem tudhatja, hogy a másik mikor vágja el a torkát, vagy mert ugye egész más kulturális antropológiai, tehát másképpen érez, gondolkodik és él egy olyan ember, akit a Biblia még soha semmilyen szinten nem érintett meg. Mert olyan belső impulzusokat, illetve törvényeket, vagy közösségi törvényeket, vagy belső impulzusokat fogad el és követ, amelyek démonikusak is lehetnek. Tehát akik realista képpel rendelkeznek, ezek a Bibliától való érintettség előtti bármelyik népről, és ez a görögre is vonatkozik, meg a rómaira is. De ez hol mutatható a... meg? Ez hol érhető tetten? Mert milyen annak az embernek a... Hát most mit mondjak neked? Mit csinál a görögök Biblia minden össze, a görögöket mi nagyon tiszteljük, hogy milyen nagyszerű civilizációt hoztak létre, stb. Már Nietzsche kimondja a Görög tragédia születése című művében, ha jól emlékszem ott, hogy ez nagyon nagy naivitás. Elég, ha arra gondolunk, hogy azok a gyönyörű szép fehér márvány szobrok, amiket mi megcsodálunk a különböző európai múzeumokban, hogy na hát, milyen fantasztikusat alkottak a görögök, ezek mind festve voltak. Ezek színesre festett bálvány szobrok voltak. Nem a gyönyörű szép hófehér klasszicista márvány világa voltak ezek, ahogyan azt később elképzelték a reneszánsz meg a klasszicizmus idején, és visszavetítették. Hát ezek mind festett szobrok voltak, egészen másképp néz ki az Akropolisz, ha most elképzelett csupa festett szoborral, mintha csupa fehér szép márvány szobor. De hát a legtöbb ember a görögöket úgy képzeli el, hogy azt hiszi, hogy ezek voltak a csupa szép fehér márvány szobrok. Nem. Csicsás, gicses, undorító, festett bálványokkal volt tele. A görögök minden ősszel megtartották a Dionysos ünnepet, amikor a nők hullarészegen kivonultak a hegyekbe, a férfiak utánuk vonultak hullarészegen, mindenkivel mindent csinált, és másnap harmadnak expedíciókat kellett kiküldeni a városoknak, hogy a bokrok meg a fák alól a félig megfagyott, mert ugye már ősz volt, és ezért hidegek voltak a hajnalok, de annyira eszméletlen erre itták magukat, hogy expedíciókkal gyűjtötték össze a félig megfagyott honpolgárokat. Ezt minden ősszel megcsinálták. Most kérdezem én, miben különbözik ez egy Pápua Új-Guineai törzs rituális táncától, amiben, mit tudom én, hogy mondjam, ilyen démonikus szertartások, meg ilyenek zajlan, semmibe. Tehát nem szabad erről ilyen visszavetített ábrándokat tisztelni. Hát a görög filozófusokat nagyra tartjuk, hogy milyen okosak voltak, de hát őket a saját közegük állandóan meg akarta ölni, mert eretneknek tartották őket. Szókratészt kivégeztették, Arisztotelész ugyanemiatt volt kénytelen elmenekülni Athénból, és menekült el Makedóniába, és lett a Nagy Sándor tanítója, mert Athénba kivégezték volna. De azért a demokráciát is kitalálták. Hogyne, a klasszikus többségi demokráciát, ami abból állt, hogyha a város népe megszavazta azt, hogy most a városban lévő teszem azt összes zsidót megöljük, akkor az összes zsidót megölték. Hát ez most egy nagyon negatív vonulatát világított meg a demokráciának. Ne arra, hogy a politológiában vagy politikatudományban mindenki tudja, hogy a klasszikus görög demokrácia az úgynevezett többségi demokrácia volt, aminek az a lényege, hogy a többség bármit eldönthet, nem csak igazságos és jó dolgokat, hanem bármit eldönthet. Ezért van az, hogy a modern demokráciák, azt nem nevezzük többségi demokráciának, hanem pont azért, ami szintén a kereszténységből származó igazság, hogy az igazság lehet kisebbség, sőt, a történelmi eddigi tanúságtétele szerint az igazság általában kisebbségben van, ezért
Például az emberi jogok tekintetében a kisebbségeket védik a modern demokráciák a többséggel szemben. A görög klasszikus demokráciában a kisebbséget semmi nem védte. Ott, ha a tömegnek valami nem tetszett, és a demagógoknak sikerült a tömeget feluszítani, hogy valami izé, akkor ott mindent megszavazhattak a legnagyobb jogtalanságot is. Teljesen ártatlan emberek kivégzését is. Na de akkor például az aténi demokrácia megjelenését is egyébként akkor a Bibliára vezetett vissza? Újra mondom, hogy az aténi demokrácia az nem feltétlen pozitív intézmény. Platón is rossznak tartotta, Arisztotelész is rossznak tartotta. Na de irányát tekintve... Ez megint a modern ember visszavetítése. Tehát mindig az a modern nyugati ember az hajlamos visszavetíteni a saját civilizációját az összes elmúlt civilizációkba, és nem érti meg, hogy azok a civilizációk teljesen másképp működtek, és azok a gondolatok, amik számunkra természetesek, ott föl sem erültek. Az aténi demokráciában, ugye most hagyjuk, hogy hogyan alakult át, és miért, és stb. A királyságból demokráciává, Platón egész életében vallotta, hogy az arisztokrácia, tehát a kevés értékes ember, mert Arisztosz az értéket, értékest jelent. Ugye most azért nem használom a nemes ember, vagy az arisztokrata kifejezést, mert ezeknek pejoratív hangzásuk van már ma. De az eredeti szó jelentése az, hogy az értékes emberek. Tehát, hogy egy társadalomnak vannak kiemelkedően értékes tagjai. És az értékes emberek vezetik, a kisebbségi értékes ember vezeti a többséget. Ez az arisztokrácia. Platón szerint ez a jó állammodell, és nem a demokrácia, amit ő a legrosszabbnak tartott. Arisztotelész utána szinte matematikailag föltérképezte, hogy milyen lehetséges társadalmi modellek léteznek, az egyszemélyes uralom, a kevesek uralma és a többség uralma, ugye matematikailag ez a három lehetséges, és azt mondta, hogy mind a három lehet jó is, meg rossz is. Mert hogyha az egyszemélyi uralkodó a többiek és az egész nép érdekét akarja szolgálni, az jó lesz, és azt királyságnak nevezzük, ha a saját érdekét keresi, az rossz lesz, és azt gyarnokságnak nevezzük. Ha a kevesek uralmában a kevesek az egész közösség érdekét keresik, akkor az jó lesz, és ezt arisztokráciának nevezzük. Ha a saját érdekeiket keresik, az rossz lesz, és ezt oligarchiának nevezzük. Ha pedig a többség uralma valósul meg, de a többség úgy dönt, szavaz, hogy a közösség érdekét tartja szem előtt, és nem a sajátját, akkor az lesz az úgynevezett laodikeia, ezt fordították latinra republikának, ez a republikánus. Ha pedig a többség úgy szavaz, hogy mindenki a maga érdekét tartja szem előtt, az a demokrácia, és az rossz. Egyébként csak az arisztotelészi felosztás alapján lehet megérteni, hogy mi a különbség a republikánusok és a demokraták között Amerikában, mert ez az arisztotelészi elnevezést követi. Mind a kettő többség uralomba hisz, csak a republikánus az abban hisz, hogy a közjót szem előtt tartva kell szavazni, a demokrata pedig abban, hogy mindenkinek a maga érdekét szem előtt tartva kell szavazni. Ennyi a különbség a kettő között. Arisztotelész egyértelműen azt mondja, hogy a demokrácia rossz. A reszpublika, a köztársaság az a jó. De azt a közjó eszméje vezeti, amit ma a demokraták mindennél jobban gyűlölnek. Tehát kimondod azt, hogy közjó, akkor minden neoliberális demokrata neked fog esni, hogy merészelette ezt a szót használni, mert ez egy, az ő szemükben ez már gonoszságnak minősül. De most nem akartam ebbe ennyire belemenni. De fontos dolgok ezek. Ha. És éppen a Laodikeiának van némi köze a jelenések könyvében szereplő. Hát, hogy egy városnév volt Laodikeia. Laodikeia egyébként annyit jelent, hogy a nép
uralma, csak a Laosz szót használja, és nem a démoszt, és nem krátelja, mert az erőszakos elnyomást jelent, tehát a demokrácia az a többség erőszakos uralma. A laodikei az azt jelenti, hogy a nép, nemzet, nép, mint szervezet, tehát ugyanaz, mint az ám, nem tömeg, hanem a nép jogalkotása, vagy a nép törvényhozása. Mind a kettő többségi rendszer. De és akkor innen szakadtunk el végül is, hogy kvázi Isten elválasztotta a sokaságból ezt a kis tömeget, hogy mint mondjuk egy kovászt készítve utána visszategye, és akkor abból az egész megkeljen, vagy szóval... Igen. És, akkor... és ez mennyei anyaggal van beinjekciózva, tehát a tóra az menny, az a menny. Soha az ember magától ezekre nem jött volna rá. Soha. És akkor innen érthető meg igazán a Mózes által, vagy Mózessel, vagy az akkori zsidósággal kötött szövetség. Igen. Erre választotta ki Isten Izraelt. Egyébként az egész emberiség megmentése és szolgálata érdekében, tehát itt is az, hogy most kiválasztott nép nem azt jelenti, hogy magasabb rendű, hanem azt jelenti, hogy van egy funkciója, és ez a funkciója volt az, hogy ezt a mennyei injekciót, amit Isten föntről szúr be az emberiségbe azért, hogy az eredendő bűnösség démonizáló, lentartó, sötét béklyójából az emberiséget kiemelje, és visszahelyezze az Isten képűségnek a méltóságába, föntről beadja ezt az injekciót, és ez az injekció maga a tóra. És ilyenkor általában megszoktuk azt is beszélni, hogy kikre vonatkozik akkor az itt adott parancsok, és itt válik rendkívül bonyolultá az egész, azoknak egy része mindenkire vonatkozik, egy része csak a zsidóságra vonatkozik. Szóval ilyen szemszögből, hogy ezzel még korai most foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hát én nem tudom, mennyi időnk van, mert fogunk... Még fél óránk. Fogunk részletesen foglalkozni majd ezzel. De most is. De nem, mert most is el kell róla annyit mondani, hogy ilyen értelemben a Szinájhegyi szövetségkötés, majd az azt lezáró Moab mezőségén történő második nemzedékkel való szövetségkötés, amely végül is a 613 tórai parancsolat egységes rendszerként való megtartására köttetett Izraellel, ez így ebben a szövetségi formájában egyedül Izraelre érvényes. Ez nagyon fontos. Mert ez egy fölbonthatatlan rendszer, ami azt jelenti, hogy egyetlen parancs sem hagyható el belőle úgy, hogy ezáltal az összes többi ne sérülne. Tehát bár 613 külön parancsból áll, de ezek mégis egy szövegtestet szokták is ezt így mondani, tehát egy testet képeznek, egy szövegtestet, és egyetlen parancs sem tehető érvénytelenné úgy, hogy ezzel az egész törvény ne lenne érvénytelenné téve. És ez ebben az egységes mi voltában kizárólag Izraellel köttetett, a többi nemzettel nem. De ez a törvényrendszer fölveszi magába, vagy fölvette magába Izraelre nézve is, egyrészt az előző három szövetségnek, illetve az első kettőnek a minden emberre kiterjedő érvényességét, illetve az Ábrahámmal kötött szövetségnek a már nem minden emberre kiterjedő érvényességét. Tehát ezért a Tórában ott vannak az összes emberre vonatkozó parancsok is. Na most az egy bonyolult, és az már egy törvényértelmezési, hogy mondjam, igaz és jól elvégzett műveletek kérdése, hogy a Tórán
hogy a Tórának ezen összes parancsán belül mik vonatkoznak csak a zsidóságra, vagy mindenki másra, vagy nem mindenki másra, de azért nem is csak a zsidóságra. Ez már minden egyes parancs esetén külön vizsgálandó. Na most, mivel a Tóra tartalmazza az Ádámnak adott parancsokat, tartalmazza a Noénak adott parancsokat, ezekről biztosan tudható minden további okoskodás nélkül, hogy ezek minden emberre kötelezőek. De mondok egy példát. A 3 Mózes 18 tartalmazza a vérfertőző kapcsolatokra, illetve a szexuális perverzitásokra vonatkozó tilalmakat. Ezek között szerepel például a homoszexualitás tilalma, vagy mindenféle rokoni vérfertőző viszonynak a részletes, tételes felsorolása, de itt szerepel például a házasságtörés is, vagy itt szerepel például a menstruáció alatti szexuális élettilalma. Na most felvethető a kérdés például, hogy mivel ezek csak itt szerepelnek ilyen részletezően, honnan tudhatjuk, ilyen sokszor kezdődik így a törvény magyarázatban, honnan tudjuk, hogy ezek minden nemzetre kötelezőek. Mert ezt tudjuk, hogy ha máshonnan nem, akkor például az Új Szövetségből, ami ezeket minden nemzetre nézve megerősíti, mert például Pál azt mondja, hogy az a hír járja, hogy valaki köztetek elvette az apjának a feleségét, tehát a mostó anyját, vagy nevő anyját, feleségül, amilyen dolog még a pogányok között sem hallható. És utána Pál azt mondja, hogy úgy, hogy én már eldöntöttem, hogy ti és az én szellemem szellemben egybe gyűlünk, és a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus nevének a hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak a test elpusztulására, hogy a szelleme megmeneküljön a manapon. Na most Pál, aki az Új Szövetség legpontosabb kifejtését adja annak, hogy a törvény és a kegyelem, illetve a törvény és a nemzetek milyen viszonyban vannak, miért alkalmazza a vérfertőzésnek ezt a tilalmát, ami a Mózes 3. könyvének a 18. fejezetében van, nem zsidókra, ha közben azt tanítja, hogy a nem zsidók nincsenek a törvény alatt. A következő a dolog logikája. Ha megnézed a 3 Mózes 18-at, ott van felsorolva ez az összes dolog, és a végén van egy olyan mondat, illetve több is, hogy ezeket azért tartsátok meg, mert ezeket mind megtették azok a népek, akik azon a földön élnek, ahova beviszlek titeket, és ezért okádja ki őket az a föld, mert mindezen utálatosságokat megtették, stb. Most ebből a záradékból lehet tudni, hogy Isten a kánaánita népektől is alapból elvárta volna, hogy a vérfertőzés tilalmait tudják és ne hágják át, a homoszexualitás tilalmát, a házasságtörés tilalmát, a menstruáció alatti házas élet tilalmát, stb. Ezek után ugye felmerül a kérdés, de honnan tudhatták ezt ezek a népek, ha még nem találkoztak a Tórával. Viszont másik oldalon az is teljesen biztos, mert ezt is a Biblia kijelenti, hogy Isten nem vár el olyat, amit ő előzetesen nem parancsolt meg. Ezt Pál a Róma 5-ben megfogalmazza, amikor azt mondja, hogy ahol nincsen törvény, ott a bűn nem számítatik be.
Ennek a dilemmánk csak egy megoldása van, ezt mondják a rabbik is egyébként, hogy a Noénak adott parancsok között ez szerepelt, és ezért Isten ezt a nem zsidó népektől is eleve elvárta, már a Szinájhegyi szövetségkötés előtt. Pál ezen kívül azt is mondja, hogy a törvény minden ember szívébe be van írva, tehát, hogy a lelkiismeretnek azonos a tartalma a Tórával, és talán még azt hozzátenni, hogy teljes egység van, és ez, erre nagyon oda kell figyelni, amikor a rabbinikus judaizmus és a kereszténység egy dologról teljesen ugyanazt vallja, és semmiféle nézetkülönbség nincs közöttük, hogy ezek a parancsok, tehát a 3 Mózes 18-ban felsorolt szexuális erkölcsre vonatkozó parancsok minden nemzetre kötelezőek, nem csak Izraelre. Függetlenül attól, hogy a 3 Mózes 18-ban vannak írásban így kirészletezve. De be van írva a lelkiismeretbe is, mert legalábbis az a része, ami nem csak a zsidóságra vonatkozik. Na de most mondom, hogy a 3 Mózes 18-ban felsorolt ilyen, minden emberre vonatkozik. Én csak azt mondom, hogy az mondjuk egy egyszerű pogány hátterű embernek a lelkiismeretében nincs beírva az, ami csak a zsidóságra vonatkozik. Értem a kérdésedet. Nem teljesen van szerintem így. Mert például mondok egy példát, az, hogy a szentek szentjében Jom Kippurkor vért kell hinteni az engesztelés fedelére, és ez elfedezi a bűnöket, és ez az egész szentsátor középpontjában álló cselekedet, és Izrael legnagyobb ünnepe a szombatok szombatja, a Jom Kippur, az elfedezés napja, és az isteni jelenlét, az a frigyláda fölött, a vér, az elfedezés vére fölött lebeg, és onnan szól, vagyis magyarul ez a középponti cselekmény, a bűnbocsánat, az elfedezés lehetősége, és hogy ez az elfedezésben áll, ezt például minden ember szívébe be van írva, amikor mondjuk az a kérdés merül föl, hogy a gyereke lopott a közértben, és ő elmenjen-e följelenteni a saját gyerekét a rendőrségen. Ugye, aki erre a kérdésre azt válaszolja magában, hogy igen, megyek, följelentem a gyerekemet a rendőrségen, arra én azt mondom, hogy vagy mondjuk is úgy akár, hogy nincs szíve, vagy nem ember, vagy úgy is mondjam, tehát az egy igen furcsa szerzet, az egy fasiszta lény. És ehhez nem kell Biblia. Hát előfordulhat olyan eset az életben, amikor ez jogszerű és az a helyes megoldás. Hát mondjuk, ha a gyereked... Én speciál pont ismerek egy ilyen esetet. Hát mondjuk, ha a gyereked egy géppisztollyal lemészárol egy óvodát, akkor azt mondom, hogy akkor azért fölmerül, hogy akár az ember, bár ízlés kérdése is. De hát nagyon szélsőséges esetben, az biztos. De én most egy közérti lopást említettem, tehát ezt azért hangsúlyozom, mert például azt, hogy az elfedezés az a szeretet középponti igazsága, hiszen az egész Szentsátor összes tevékenységének a középpontjában a frigyláda, az engesztelés fedele, a főpap Jom Kippuri vérhintése, és az a fölött lebegő isteni jelenlét, és az ott jövő szó az egész Tórának a közepe, ilyen most spirituális közepe, akkor erre azt mondom, hogy ez igenis be van írva minden ember szívébe, mert az elfedezés, tehát azt, hogyha szeretek valakit, akkor a felé irgalmassággal viszonyulok, és lehetőleg, ha csak nem okvetlenül szükséges, akkor nem szolgáltatom őt ki a büntetésnek, és így tovább, és így tovább.
ez minden ember szívébe be van írva, ha más nem a saját családjában ezt megéli. Mert például ez a törvény még nem volt ismeretes, teszem azt Sém, Kám és Jáfet előtt akkor, amikor a Kám meglátta az apját mesztelni, és azt kinn elmondta a testvéreinek, holott megtehette volna, hogy csak betakarja és nem mondja el. Miért volt arra szükség, hogy ő ahelyett, hogy betakarta volna, elmondja, és emiatt ő olyan átok alá került a törvényadás előtt sokkal, illetve a gyereke, ami az ő összes leszármazottjának végül a teljes erkölcsi lezüléséhez és aztán a teljes elpusztulásához vezetett. Miközben Sém és Jáfet, akiknek szintén nem volt törvény adva még, kabátot vettek, vagy pokrocot a hátukra, háttal, mert meg se nézték, és úgy takarták be. Ők betöltötték a szeretetnek az elfedezés gesztusát, és ezért mind a két nép máighatóan óriási áldás alá került, mert Jáfet ezért terjedt ki a havai szigetektől a havai szigetekig, tehát gyakorlatilag az egész északi féltekét elborította, és hatalmas birodalomalkotó és globálisan vezető tényezővé vált, míg Sém pedig az Isten tisztelet és az igaz Isten ismeretnek a továbbvívőjévé vált. Tehát ez az, miközben ugyanakkor a Jom Kippur egy olyan rituális parancs, és a Szentcsátor és a Fridláda és a többi, amely így ebben a formájában kizárólag Izraelre volt kötelező. Tehát jó, ezzel próbáltam árnyalni, és próbálom azt megvilágítani, hogy a Tóra minden parancsának van üzenete a nem zsidók számára is, még ha nem is mind megtartandó, illetve, hogy a Tóra, én úgy gondolom, hogy a Tóra egészen be van írva minden ember lelki ismeretébe, csak ugye mivel a lelki ismeret az nem egy tudás, hanem egy intuíció, az egy megérzés, ezért ezt nem úgy értjük, hogy tudásként van beírva a lelki ismeretébe, tehát nem arról van szó, hogy a pogány emberek tudják, hogy a Jom Kippur révén, vagy a mit tudom én mik révén ezeket így tételesen, hanem hogy érzik. És egy bármilyen pogány közegben is, ha mondjuk egy apa kiadja a gyerekét ilyen módon, érzéketlen módon egy külső büntetésnek, egy bűne miatt, akkor arra a legtöbb ember azt fogja mondani, hogy hát ez nem, hogy mondjam, én nem tenném ezt, vagy hogy hát te tedd ezt, ha így látod jónak, de aztán otthon egymás közt azt mondja, hát azért elég szívtelen ember az a János, hogy ezt megcsinálta. Vagy múltkor vitatkoztam, bár ezt nem tudom, nem mondtam el már egy adásban, de majd kivágod legfeljebb, egy ateistával megint, egy ilyen elkötelezett ateistával. Aki tagadta a bűnnek a létezését, ezt mesélted. És ugye ott derül ki, csak akkor most levonom a következtetést, hogy ugye azt mondta, hogy nincs olyan, hogy bűn, mire én azt mondtam, hogy akkor te ezek szerint minden további nélkül elcsábítod a barátodnak a szerelmét, feleségét, és nem, soha nem tennék. Miért nem? Hát mert ez rossz. Hát mondom, ez a bűn. Nem, nincs olyan, hogy bűn. Tehát itt nagyon jól látszik, hogy a lelkiismeret intuitíve a Tóráról tesz tanúbizonyságot. Újra mondom, mivel a lelkiismeret az nem tudás, mert az egy spirituális belső jelző, mutató. És intuitív módon működik, ezért az emberek nagyon sokszor meg se tudják magyarázni, hogy miért érzik rosszul magukat, például egy olyan cselekedet miatt, amiről a fejükben
nincsen negatív gondolat vagy elítélés, de belül mégis háborog a bensejük, úgy érzik, hogy ez nem jó. Míg van fordítva is, hogy a bensejükben teljes békesség van, de a fejükben háborog, mert úgy tanulták az őket körülvevő társadalmi élet törvényében, hogy az rossz. De a lelki ismeretük meg nem vádolja őket. Tehát mindegy, most nem mondok több konkrét. De és például. Akkor összességében az a lényeg, hogy a zsidóság megkapta az összes törvényt, amiből mi utólag ki tudjuk hámozni, hogy mi vonatkozik ránk, de az a lényeg, hogy nekik mindent meg kell tartani. A zsidóságnak, hát igen, ez megint egy az a baj, hogy ugye a kérdései teljesen jók, de azért is hangsúlyozom az elejétől fogva, hogy a dolog nem ennyire egyszerű, mert most például mondok egy példát. Van olyan törvény, ami úgy kezdődik a Tórában, hogy amikor bemész a te földedre, akkor annak terméséből add meg az első zsengét a papnak. Na most ez például maga a Tóra fogalmazza meg, hogy ez például kizárólag Izrael területén érvényes, tehát amióta zsidóság van, mindenki, hogy úgy mondjam, tudja, hogy a diaszpórában élő zsidó nincs kötelezve az első zsenge megadására a földjéből, hanem az kizárólag a Szentföldre vonatkozó parancs. Egy csomó olyan parancs van a Tórában, amit egy zsidónak is csak a Szentföldön kell megtartania. Ezek nem erkölcsi természetű parancsok, hanem ilyen mezőgazdasági, gazdasági államigazgatási jellegű parancsok. A szombatév, az 50. év, a nem is, és egyébként nem is lehet őket máshol megtartani, ez még hozzá tartozik. Mint ahogy például van olyan ünnep, például az első zsenge ünnepe, hogy az első árpa kévét, azt a Peszach szombatját követő napon le kell aratni és be kell mutatni. Na de a Peszach az a Nisán 14-e, annak a szombatja az a 15-e, mert az ugye munkaszüneti nap, 16-án le kell aratni. Ez március áprilisra esik, a holt hónap, holdnaptár napévhez való forgása miatt ez legkésőbb is csak áprilisban lehet valamikor, és a nem szubtrópusi tájakon az árpa nem érik be addigra. Magyarul az első kéve parancsát nem is lehet megtartani a diaszpórában, csak a szubtrópusi éghajlaton. Akkor máshogy kérdezem, mi a tétje ennek a szövetségnek, vagy mi a szíve ennek a szövetségnek? Mi ennek az egész szövetségnek a leglényege, legbensőbb lényege? Hát erre, hogy ilyesminek mi a legbensőbb lényege, én nem mernék a saját szavaimmal válaszolni. Tehát egyrészt a törvény lényege, tehát erre igékkel lehet csak válaszolni. A törvény lényege mindenek előtt az, amit például Pál úgy fogalmaz meg, hogy a bűn ismerete az a törvény által van. Tehát, hogy tételesen megtudni azt, hogy mi bűn és mi nem bűn. Hogy az emberi lelki ismeretnek ráadásul ugye a bűnbeesettség miatt belül nagyon haloványan és halkan és a nehezen érzékelhetően működő kis intuíciójának tulajdonképpen egy külső felerősítése, tehát olyan, mintha a saját alig hallható szívdobbanásodat azzal keltenék életre, hogy egy erősítővel két oldalról két nagy erejű hangfallal bedöngetik a szívedbe. Hát mi nem tartom kizártnak, hogy lehet újjá is lehetne éleszteni egy embert, hogyha a melkasát meglökik azokkal a hanghullámokkal, amiket régebben az ő saját szíve dobbant. Tehát tulajdonképpen ez egy zseniális videóklip, amit most mondasz, hogy így élesztik újjá az embereket a számmal. Átadom akkor a megfilmesítési jogát ezennel. Hogy tehát tulajdonképpen az történik, hogy amivel a bűnbeesett ember a lelki ismeretének a hangját
hallja ugyan, tehát, mert ugye ezt mindenki ismeri, ezt az érzést, amikor valamit csinál, és belül van egy ilyen nem jó érzés, egy ilyen belső ilyen valami, de ugye, hogyha nem rendelkezik olyan erkölcsi gondolatban is megfogalmazható tételes rendszerrel, ami ezt visszaigazolná neki az értelmi meggyőződése felől, meg minden, akkor egyszerűen az ember önmagában a lelkiismeretének a szavát nem tudja tisztán meghallani, ez a bűnbeesettség miatt van. Na most a törvényt föl lehet úgy fogni, hogy a minden ember szívébe beírt törvényt, amely azonban Pál fogalmaz így, hogy a törvény az a tételes parancsokban adott. Ez egy nagyon jó kifejezés. Tételes parancsolatokban van adva. Ami egészen más, mint egy ilyen intuíció. Az intuícióban nincsenek tételes parancsok, és az intuíciót a bűnbeesettségünk miatt nem halljuk tisztán. Nem értjük, hogy mi bajunk van azzal a dologgal, mert ha azt a társadalmi erkölcs nem ítéli el, és mi ezért nyugodtan megcsináljuk, de belül mégis diszharmónia keletkezik bennünk, akkor nem, egyszerűen nem tudjuk értelmezni, most mi bajunk van tulajdon, miért nem érezzük jól magunkat ebben a tedben. Ugye a nem a törvény, hanem bármilyen egyéb társadalmi közmegegyezésen alapuló erkölcsiség, az elítél dolgokat, amiket a törvény nem, és viszont felszabadít, tehát megenged dolgokat, amiket a törvény nem. Na most ilyenkor lehet megfigyelni a mi életünkben is, hogy nem érezzük bűnnek, pedig annak mondja a társadalom, vagy bűnnek érezzük, pedig nem mondja annak a társadalom, és mindig az a tapasztalat, hogy a belső intuíciót tisztán megfogni, tehát az lelkiismeret szavát tisztán meghallani, az rendkívül nehéz a bűnbeesettség miatt is, meg amiatt is, hogy más erkölcsi rendszerek vesznek körül. Tóra szerint bemehetsz a fele barátod vetésébe, szőlőjébe, és degeszre zabálhatod magadat, nem minősül lopásnak. Csak ne vigyél el a kosaradba. Próbáld meg Magyarországon, hogy bemész valakinek a szőlőjébe, és végigeszed a sort. Igen. És nem lesz nem találkozó barátságos fogadtatással, és ott hiába mondod, de nem lopás, meg van írva a Bibliában, hogy ilyet lehet. Mégis a társadalom szankcionálni fogja. Ugyanakkor ha valaki teljesen őszinte, hát én most teljesen őszinte leszek, az én lelkiismeretemettől semmi rosszat nem érez. Nekem azzal nincs probléma, hogy leeszem a megyet a szomszédnak az utcára kilógó izejéről, fájáról, és csak azért nem a benti részről, mert ő húzott oda egy kerítést, de ha most tisztán a Tóra alapján nézem, nyugodtan bemernék a kertjébe, fölmászhatnék a fára, és egész nap cseresznyézhetnék, csak nem vihetek el a szatyromba. Az az érdekes, hogy a lelkiismeret alapból se vádolja az embert ezekért, hanem egy társadalmi konvenció miatt tartjuk be, hogy nem csináljuk ezt, mert nem akarjuk megbotránkoztatni a másikat, de valójában ez nem lenne bűn. Na és most akkor viszont például teszem azt a, mit tudom én, menstruáció alatti házaselet, vagy a nem tudom én mi, amiket pedig a pogány társadalmak már réges-régen nem tartanak be, és nem tekintenek bűnnek. Az például rengeteg házaspár nem keresztények megcsinálják, és az az érdekes, hogy semmiféle erkölcsi elítélés a fejükben nincs, de amikor szóba kerül ilyesmi, főleg hát a nők oldaláról szokott megfogalmazódni, de időnként a férfiak oldaláról is, hogy igazából azért nem érezték ezt. Tehát, hogy rosszul érzik magukat ettől. Tehát van egy ilyen rossz érzésük, hogy azért ez valahol azért mégiscsak
De és akkor azzal, hogy Isten ezeket tételesen felsorolja és elvégezteti egy teljes néppel, ezzel kvázi egy mintát állít az emberiség elé, akkor végül is erről szól ez a szövetség. Több célja is van, mintát is állít az emberiség elé. Ezen kívül ugye azt Istennek nem voltak illúziói, tehát ő már a törvény végén megfogalmazza azt, hogy tudom, hogy ezt nem fogjátok megtartani. Ez ugye nem igaz, hogy ez Pál apostol találmánya, mint amit néha szoktak mondani a zsidó rabbik, hogy csak a kereszténység mondja azt, hogy a törvényt nem lehet megtartani, meg hogy ez nem igaz. Hát, na most az a helyzet, hogy a törvény vége felé, a 29, 30, 31, 32. fejezetekben ez többször is ki van mondva. Tehát Isten maga kimondja, hogy előre tudom, hogy ezt nem fogjátok megtartani. És ezért el fog jönni mindaz az átok rátok, ami meg van írva ebben a könyvben. Nem feltételes módban mondja, hanem kijelentésként közli. Maga Mózes is mondja. Tusakodók voltatok az Isten ellen, amióta csak ismerlek titeket. Hát ha most, amíg még köztetek vagyok, nem tartjátok meg a parancsolatait, akkor az én elköltözésem után föl fogtok lázadni, el fogtok menni, idegen isteneket fogtok imádni, és rátok jön minden, ami meg van írva ebbe a könyvbe. Isten mondja Mózesnek, íme, te elmész a te atyáidhoz, elalszol, e nép pedig felkel, elmegy, és idegen istenek után jár. És utána azt mondja, tanítok neked egy éneket, ezt add a szájukba, soha az emléke ne vesszen ki Izrael, ből. És ez az ének az 5 Mózes 32-ben van leírva, a nagyon híres ének, a Mózes éneke, ami az elejétől az utolsó sorig, szó szerint az utolsó sorig arról szól, hogy ezt mind megszegitek, és ezért minden átok és büntetés eljön rátok. És csak az utolsó, csak az a vége az utolsó sor, hogy az Úr az ő népének megbocsát. De hát ez nem egy jó szövetség, ez egy nagyon kemény szövetség. Nem kemény, tehát ugye erről Pál beszél sokat aztán ennek az értelmezéséről, a Róma 7-ben válaszol arra, amit te most mondtál. És ráadásul nem is volt választásuk, nem is tudták, hogy mibe fognak belemenni. Ez nem igaz. Hát az elején, amikor Isten a legesleg elején azt mondja, hogy ha ti akarjátok, adok nektek parancsokat, szövetséget kötünk, ha megtartjátok a parancsaimat, ti lesztek nekem papok birodalma és szent nép. Azt mondja az Úr Mózesnek, hogy ezeket mondd meg Izrael fiainak. Olvasd el, ott van. Mózes elmegy Izrael fiaihoz, elmondja, hogy ezt mondta az Úr, mire ők azt mondják, mindent, amit az Úr parancsol, meg fogunk cselekedni. És utána így folytatódik. Mózes visszatért, és megvitte Istennek a nép beszédét. És ugye ezen érdemes elgondolkozni, mert miért Isten nem hallotta? Hallotta, de itt nagyon fontos volt, és ezt nevezi, ugye ilyen, ez az, amire vonatkozik, hogy Mózes közvetítőnek, közbenjárónak nevezi, hogy Isten fontosnak tartotta, hogy a Mózesnek mondják meg, hogy amit mondanak, és majd a Mózes vigye meg neki, tehát mondja el, hogy a nép ezt és ezt válaszolta. Most ha elolvasod a Mózes második könyvében, többször is ez a kérdés újra föl van téve, és a nép mindig azt válaszolja, hogy meg fogjuk tartani az Úr parancsait, meg elfogadjuk, megtartjuk, többször is. Ott van, amiről az elején beszéltünk, hogy azt mondja Isten, hogy jó, inkább akkor én elmegyek, igen, adok angyalt, mindent, igen, megcsinál, stb., akkor nem lesz szükség erre az egész dologra. Ugyanúgy megkaptok mindent, amit ígértem, de velem nem tudtok közösségbe lenni. És a nép az, aki azt mondja, hogy de mi közösségbe akarunk lenni, együtt akarunk lenni, mi ezt kérjük, és ez érthető, mert most erre te lehet, hogy azt gondolod magadban, jó, de még nem tudták, hogy mit fog mondani.
Hát meg nem volt tapasztalatuk arról, hogy mennyire nehéz dolog azt megcsinálni, vagy nem megcsinálni, amiről szó lesz az egész. Az egészben van valami olyan dinamika, hogy Isten mindig, vagy a legnagyobb szeretettel azt mondom, hogy persze, bármit megteszek, mert nagyon szeretlek, de aztán valahogy mindig annyira magasra van téve a létsz, és nem, ez nem egy gonosz dolog, hogy magasra van téve a létsz, de hogy mégis valahogy megugorhatatlan. De mégis valamiért ők mindig újra meg akarják próbálni megcsinálni. De a megugorhatatlansága, az a hiba bennünk van. Tehát erre a kérdésre a teljesen mély választ Pál apostol rómaiakhoz írt levelének a 7. fejezete adja meg. A következőt mondja, hogy amikor, most saját szavaimmal foglalom össze, de bárki olvassa el és nézze meg, hogy a törvény az szent és igaz, és a parancsolat az szent és igaz és jó. A jó tehát nekem halálommá lett. És akkor a Pál kifejti ott a 7. fejezetben, hogy azt mondja, hogy a belső ember szerint gyönyörködöm az Isten törvényében. De a tagjaimban, a testemben egy másik törvényt találok, a bűn, ami engem állandóan rabszolgául ad a bűnnek. És akkor ugye utána azt mondja, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a halálos testből. Vagyis, hogy a szellemem az gyönyörködik az Isten törvényében, mert világosan látja, hogy az Isten törvénye teljesen igaz, és hogy tényleg azt kéne csinálni. De amikor a konkrét hétköznapi életben én ezt valami miatt nem tudom megtartani, mert amiket itt lehet, szoktak mondani, meg lehet mondani, hogy nem volt hozzá erőm, meg stb. De a lényege az, hogy én bennem van valami, ami ez ellen dolgozik. Pál így mondja, hogy megtalálom tehát önmagamban én, aki a törvényt szeretném cselekedni, úgy mondja egész pontosan most a görögöt kicsit újrafordítva, hogy megtalálom magamban, hogy a rossz itt van bennem. Na most tulajdonképpen ez a lényeg. Tehát a törvény végső célja, vagy a végső céljai közül az egyik, hogy az embert szembesítse azzal, hogy a rossz nem csak rajta kívül létezik, hanem benne magában is benne van. És ugyanakkor ad egy reménységet, hiszen ha valaki Istenről jót feltételez, akkor azt is tudja, hogy olyasmit nem parancsol, amit nem lehet teljesíteni, tehát egyszer ezt meg fogjuk tudni csinálni. Ebben benne van a reménység is akkor. Ez is benne van, meg azért az is benne van, amit tulajdonképpen most is meg tudnánk csinálni. Kinek ez, kinek az a nehéz? Most mit mondjak neked? Hát, szóval, ugye némely ember ezen a területen szegi meg más ember a másik területen. Az egyik nem is érti, hogy az miért szegi meg azon a területen, a másik nem érti, hogy az meg azon a területen miért szegi meg. Tehát mindenki a benne lévő rossz természetével, a benne lévő gyengeség természetével néz szembe akkor, amikor a törvény felerősíti a lelkiismeretének a szavát. Van olyan ember, aki mit tudom, ilyen szexuálisan teljesen tisztán élteszem azt, de teszem azt a, mit tudom én, a munkahelyen a beosztottjait időnként igazságtalan kirohanásokkal, vagy akár károkozással, vagy akár igazságtalan kirúgással, vagy elbocsátással, vagy ilyenekkel
gyötri. A másik ember ilyet nem csinál, teszem azt a beosztottjaival, de mit tudom én, mondok megint egy harmadik verziót, például amikor a többség valamilyen dolgot támogat, nem meri vállalni a kisebbségi véleményét, pedig a Tóra előírja, hogy soha ne indulj a többség után a gonoszra, hanem tehát merd vállalni a véleményedet, akár a teljes többséggel szemben is. Rengeteg ember van, aki például az élet más területein tök korrekt, de olyan típus, hogy egyszer nem mer szembe úszni az árral. Tehát mindenkinek más és más, de mindenkinél a gyökere az az eredendő bűnösség. Na most, ha megnézed, hát hogyan tud egy ember, aki eddig... Tehát ő el fogja mondani neked az érveit, hogy ő miért nem mer a többséggel szembe menni, és akkor fog beszélni, hogy akkor ő mit olyan elveszti az állását, vagy politika, vagy nem tudom micsoda. És erre te mondhatod, hogy ezt nem kell figyelembe venni, akkor vállalni kell, hogy elveszti az állását, mert a Krisztus is, ugye ezért Jézus Krisztus az egyetlen ember a Földön, aki azt bevállalta, hogy a törvény egészét mindig minden helyzetben megtartja, és egyáltalán nem véletlen, hogy nem érte meg a 40 éves korát. Tehát, de ez azt jelzi, hogy a világ gonosz, mi bennünk is itt lakik a rossz, nem csak a többiekben, hanem mi mindannyiunkban, és ezt viszont a törvény leplezi le. És ez a szövetség arról szól, hogy mi elkötelezzük magunkat, az emberiség egy bizonyos csoportja, és rajta keresztül majd mindenki más is, hogy ezt megpróbáljuk megoldani Isten segítségével. Vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy a törvényben kötött szövetség arról szól, hogy akkor is az igazságot fogom szeretni és szolgálni, hogyha ennek során az derül ki, hogy az én ellenem is dolgozik olyan értelemben, hogy a bennem lévő rosszat leleplezi, engem válságba taszít emiatt, vagyis magyarul, hogy arra kötelezem el magam, hogy az Isten igazságosságát fontosabbnak tartom, mint azt, hogy én mindig minden helyzetben jól érezzem magam, és akkor ezzel visszakanyarodtunk a legelső részig. De így legalább van értelme az életnek, meg egyébként nagyon érdekes és gazdag is lesz, meg valószínűleg esetleg picit szenvedéstelibb, mint amúgy lenne, de ez egyáltalán nem probléma, mert mindenesetre, aki most, ugye most nagyon előre szaladtunk, és ebbe a dilemmába ezt most nem teljesen tisztáztuk, én befejezésképpen, hogy senkiben ne maradjon rendezetlen dolog, tényleg azt tudom mondani, hogy a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetét, akár több fordításban is, mert a régi károli fordítás az a mai ember számára, de talán még a károli korabeli ember számára is az nem volt teljesen érthető. Nézze meg, tanulmányozza át, ott a Pál azt a bravúrt teljesíti, hogy egyetlen egy fejezetben teljes mélységéig feltárja ennek a rendkívüli dilemmának az igazságát, és ezzel egyúttal a törvény egyik legfontosabb célját. De egyébként a törvénynek más célja is van. Jó lenne ezt még folytatni, de ugyanakkor fogjuk is folytatni talán a következő alkalommal, akkor már a Dáviddal kötött szövetség. Vagy erről még beszéljünk továbbiakban is? Hát most így csak így az első szakaszban. Talán azt az egy mondatot még akkor rögzítsük le befejezésképpen, hogy tehát a Mózes által kötött szövetség az Izraellel köttetett, csak is és kizárólag, és így egészében véve
mint 613 parancsból álló egységes törvényrendszer, ebben a teljes formájában egyedül Izraelre volt, most is, és lesz is kötelező, a többi népekre nem. De, ahogy eddig is az már ugye felvillant, ez ugyan teljesen így van, ahogy mondom, de más okokból kifolyólag mégiscsak mélyen befolyásolja az összes nemzet életét és sorsát, és mégiscsak bizonyos értelemben, csak nem a tételes parancsok értelmében, hanem a lelkiismeret intuitív szavának az értelmében, mégis minden ember szívébe be van írva. Ez a végszó. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Köszönjük a segítséget Kisdaróci Adriennek, Kassai Robertnek, Tenke Anitának, és még azoknak is, akiket esetleg nem soroltam fel. Szerbusz Tibor, sziasztok! Szervusztok! Már. Majd egy rákja, vagy ezt nem jól mondtam? Szerintem ez vicces volt.